Jó, nézzük fel Amerika Reality-re, amúgy az mutka se volt rossz, és most oda fel tudunk lépni, tehát az, hogy tényleg nem akarok úgy felmenni GMR-re, hogy nem olvastam a szabályt, hopp, csuklok. Nem, hogy ennyi fel NF-re, de nem. Szóval NF-re nincs karakterem most szerintem, vagyis hát Dani még megvan, azt hiszem, mert nem kértem rá CK-t, de... Ja... Tehát play. Ha felszeded, megeszem, akkor ugye fel kell szedni pillecukrot? Tehát az, hogy nem akarom lecsapni easy kezéről, tudjátok, hogy van ez. Azt a kurva, 226 player American Reality Roleplay-en is. Jó sokan RP-znek most. Gyermel is vannak 130-an. RP, de mondjuk, az egy kovaj szerver. VLS, durván vissza a nesve amúgy. Az ML RP-s alatt rossz, ami múlt karoltunk egyébként. Ott kell, hogy 9000-es kupont kaptunk, vagy mit? És hol? A Kiflin? Ja! Azt hittem, ja, mondjuk az jó. Az jó cucc. Valamelyik mod átszed gémeni nekem GTA-ra a játékot, légy szíves, köszönöm szépen, nagyon kedvesek vagytok. Iszonyat kedvesek vagytok. Menjen valami... Menjen egy zene, még sose hallottunk. Nikotinmentes, aha. Még egyszer kikapcsol az a monitor, nem tudom, valami rossz a távkeveri a monitoromnak, aztán így 3-4 óránként így rákezd, hogy kikapcsol a 4-szer, aztán fú, nagyon rossz. Köszönöm szépen, Gábor, nagyon kedves vagy. Eddig is ez a zene volt? Hallgassuk ezt, nem kell ide izé. Mekkora zenék? Drop! Szerintem betöltünk, mire eljutunk a drophoz amúgy. Így most már főleg. Valaki emlékszik itt, milyen karakterünk van? Én nem. Azt tudom, hogy villanyszerelők voltunk, nem? És leszúrtak, igen, leszúrtak. Emlékszem. Bementünk a publikba. Össze akartam verekedni valaki, aztán leszúrtak, utána ilyen C-betűs szavakat mondtak rá, meg azt, hogy kurva anyám, aztán meg elvitt a mentő. Ó. Ja tudom, úristen, ez a piros szemű vadállat. Hú, mondjuk, fú, elég komoly. Elég komoly, az biztos. Na, várjátok. Kéne valami ízével, amúgy be kéne nyomni, esküszöm valamit. Ez most nem tudom milyen. Darth Vader 1-1. A visszhangzavaró, ja az a baj, most még nagyon... Meg kell vennem azokat az elgatós cuccokat, úgy most, ma! Ok? Visszhangoz rajta egy effekt? Hello? Hello? Akkor nem hello. Azok NPC-k lesznek az abban, megállnak a pirosnál. Hello? Szia. Mi a helyzet? Mi volt ez a lövöldözés? Nem vágod? Én is ezt kérdezem. Nem tudom, elkezdtek lőni valakire, aztán elment a biciklivel. Hogy lehet? Ajaj, ne, hogy lelőj engem. Hát valaki, aki lövöldözött. Igen, egy FBI-os, nem? Valószínű, valami mellény volt rajta. Arra. Arra? Köszi szépen. Amod. További szépet. Milyen kedvesek itt az emberek. Vagy kit keresünk? Steven Tomászót keresünk. Steven Tomászót nem ismered? És parom, ilyen fek a gettó tag. Ismered, tényleg? Tegnap együtt bulisztunk. Együtt bulisztatok? Nem tudod, hogy merre lehet? Ötletem sincs. Utoljára a gettóba volt. Na baszki, akkor lehet elnézek oda, melyik gettóba? A Grove Street-en. Úr is nem tudom, de nagyon rossz a hangja. Köszönöm, hát el kéne jutnunk valahogy, nem? Tessék? Hát el kéne jutni oda valahogy. Ennek én ilyen bladzos vagyok, még a szemem is vörös, ha látod. Csak azon, hogy a bőrszínem az sajnál nem lehet fekete.
Figyelj, nem tudom. Jó, jobb lett Angi az úrnak, nagyon jó. Sokkal jó, igen, így van. Nem olyan, mintha egy vödörbe lenne a feje. Azt a minden. És így most fel is jön a murítsat. Van valami kocsija? Kocsi, ú, az nincs. Stevennek van. Na faszki, minden Stevennél van. Minden. Hallottam, felszedte itt a város legkomolyabb nőjét. Hoppá, szép napot. Ott terhes. Terhes, hogy szoknyában fut a hóban? Hát látod, akkora bele van. Hát szerintem segítsünk neki, kéne egy fuvar neki, nem? Valami... Jó napot, egy... uraim! Jó napot! GG! Csá! GG vagyok! Te is ismered Steven Tomassot? Hogy de ismered? Leveszem a kamot. De el tudsz vinni hozzá? Hát figyelj, hogy vinnélek el? Nézd meg, most füstölt ez a szar kocsi. Szia, ne haragul! Igen? Igen? Ha mondjad. Tudnál adni egy kis rót, Jöjci? Innen! Most már van egy motoruk legalább, húzz innen a frontba. Na halló, halló, pattanyál le, öcsköcs! Halló! Na jó. Én leszállnék. Ja, ezt kell mondani, hogy én leszállnék, ha te lennék. Fegyver van rád tartva. Ma az előbb be kellett durrattanom egy csávót. Neked onnan van fegyvered, JJ? Te ilyen nagy csávó vagy itt? Ja, múltkor adták. Ja, csak így adnak? Ja, van egy spannomért. Nekem egy késem van. Hogy hello, én vagyok, az itt vagyok. Csak ennyit mond a szangoddal, azt vannak itt. Ja, ennyi, hogy hello, én vagyok, itt vagyok? Ja, persze. Mondd azt, hogy izé ja, vagy. Ja, ne arra, hogy egy kis apró. Mi a fasz? Kétszerre játszani? Hova lett? Hova tűnt a csávó? Nem tudom, szerintem oda akart adni a motorját. És még egy kérdés, hogy JJ, itt a barátnőd a hölgy? Ja, ő lenne, de figyelj, hallod? Van hát a igen. Tenisz, kurva jó. Hogy micsoda? Hát már a teniszt. Tenisz? Nem. Ja, hallod, hóban teniszezünk, ilyen szabad téri? Jaj, a szabadtér, így van a tízét tenger. Hát lecsúszunk a havon, nem? Hát, ja, nem igazán sikerült labdát visszajutni, de azért fasz. Hát jó, akkor menjünk, próbáljuk meg. Van páros tenisz? Ja, olyan, szerintem. Nézzük meg. Jók veled. Neked mi a neved? Hogy hívnak? Engem? Engem Bob. Engem Csibi Csaba. Szevasz Csibi Csaba. Szia. Vezessetek, követünk. Ja, egy személyes, mondjuk azt gond. Nem tudsz a Csomiba beszállni, vagy valami? Csomiba? Hát abban ja. Nézzük meg, lehet betudni. Merre kinyit? Hát, nem mondj, nem hiszem. Most? Na, lakatos ízik, a másik szarom vagyok. Be. Hogy kell megnézni a személyemet? Alteragódot gondoltam. Csend? Várjál. Nem férek be úgysem. És a személyemet hogy nézem azt meg vajon? Ha itt írja? De nem írja ott. Hát akkor futok, merre van a izé? Kéne szerezni neked valami kocsit. Lapos Lajos? Tényleg? Nem is Bob vagyok. Várjátok, nem Bob vagyok, Lapos Lajos a nevem. Lapos Lajos. Így van. És honnan jött a Bob? Lajos. A Bob? Hát úgy szokta hívni a spanyaim. Ja, értem. És akkor mi legyen? Messze van a teniszpálya? Hát ott van, lenne a tengelyen. Igen, én Csibi Csaba. Azt kérde, hogy izé elviszed a csajt, aztán visszajössz Csibi Csabáért. Ja. Én meg addig lekúrom a tengerparton. Csak lehet nem megyek, ez a izé szar. Hát mondjuk az lehetne, mert hát nem tudom, Max vissza, hát nem tudom mit kéne. Menjünk, visszajönnek menjünk, érted menjünk, elvileg. Visszajönnek? Ah, nagyon aha. Jön. Reméljük, addig nem füstöl, követem hát, őket. Azt néztem, hogy az inventoriba írja az izémet. Most hova megyünk? Tengerpartra? Ez már is, hol vannak? Jó, csak nem lesz olyan nehéz megtalálni a teniszpályát, gondolom. Itt van, tenisz. Melyik szerver? America Reality Roleplay. Le kell csapnunk Steven Tomásztól kezére a pillecukrot. Nem vágom mi az Günther. Legább hozott egy motor nekünk, aki kilépett. Hát most ez jutott, érted? Valószínűleg szerepelni akart egy picit, vagy én nem tudom mi lehetett vele, de... Adta a motort, aztán kilépett a szerverről. Csak hogyha megkérdezte kétszer, van apró. Illetve van a komplet udvarlóbázis, azt mondják, akkor nehéz dolgunk lesz. Na nem mondjátok. Minden megcsinálható. Nincs olyan, hogy lehetetlen. Nem fanolok, feljöttünk RP-zni, de megnézzük milyen ez a szerver. Nem mondom, hogy itt maradok hosszú távon, meg nem mondom, hogy itt fogok RP-zni életem végéig, csak felnézünk, de nem fogok trollkodni, feljárni sehova, úgyhogy felmegyek valahova, akkor próbálok rendesen RP-zni. Aha, és itt, most itt vagyok.
Remélem a többiek ide találnak. Aha. Tutoriál. Tenisz kezdetét veszi, amint két játékos csatlakozik, ugyanaz a pálya az is. Várják, addig nem tudok tutoriálozni? Szerváláshoz menj a piros körbe és nyomd meg az E betűt. Aha. Moshad meg bükkbe egy szervál, egy koronavírusos szervál. Na várj most. Hogy hozzuk vissza az életbe akkor? VSD gombokkal. Várjál, válasz erőség az indikátor, amikor ez a VSD gombokkal beállítod az irányt. Aha. Miközben szervál, ez mindig az ellenkező sorakban használt az AW-t. Ó. Miért ütsz? Jó, ez túl banyolult lesz. Ez nem lesz túl egyszerű. Ez nem mondom, hogy elsőre fog menni. Nem tudom, a többiek mennyire gyakoroltak teniszbe. Elmentetek szereltetni? Ja, muszáj volt, mert már nem ment a kocsi. El kéne menni Csibi Csabiért. Ja, el kéne. Ezt lehet amúgy négyesbe tolni, vagy az hogy van? Hát gondolom, elmenjek érte? Úgy sem vezettem egy kocsit. Ja, jó van, akkor hozzad el. Remélem nem töröm szét. Halad, úgy csúszik ez a kocsi, hogy hihetetlen. Mennyivel megy? Hát azt nem tudom, mert már 50-nél fába mentem. Ja, jó, akkor megnézzük. Ó. Azt mondom, hogy már pozitív, hogyha a lények nem ilyen 400 millió meg 500 ezer egyel mennek. Ó. Mondjuk azt a kurva élet, igen. Nem a legegyszerűbb a kanyarodás. Ó, ez egy csipogó, jövő amúgy menő. 130 mérföld per óra, az mennyi kilométer per óra? Ilyen 200? Hát 1,6-tal kell szorozni, nem? Azt hiszem. Ugye a mérföldöt a kilométerre, vagy fordítva, feleset, ugye, tehát a... Nem, kilométert, igen. 100, aztán 190? Ó. Azt hittem több amúgy. 200 rontam volna. Ó, 209? Ó! Akkor teliben lőttem a 210-zel. Új, itt a publiknál nem sok FPS-en van. Szerintem egyik szerveren se. Ajaj, oké, nem haltunk meg. Oké, ahogy látom, valaki siet. Na, hol van Csibi Csaba, bazd meg? Nem az, hogy elrabolták. Ne már! Hol van tűnt Csibi Csaba? Ne! Fixen elrabolták, hogy valami történt vele amúgy. Ez egy bicikli. Ja, lehet itt van a bankban. Mi a gyász folyik itt? Ez egy bankrablás? Az, hogy félek, hogy elrabolják a kocsit. Hát elviszik a kocsit. Igen, azt mondom, hogy Vladek szén is 1,6-tal. Kretén. Mondjuk ez gond? Elhagytuk a barátunkat, chat. Most mi legyen? Nem tuti elrabolták, vagy nem tudom, hogy itt mennyire rabolgatnak el embereket. Ó. Még karácsonyi izé van. A publik az itt egy pokoli hely, úgyhogy ezt el kell kerülni messziről. Ezt ti halljátok? Te volt kutya! Te majom! Minden rendben? Én nem tudom, nem látok semmit, csak azt, hogy kapja az ütéseket. Ez nem látom kéti. Álljál le! Várjál, hogy sikersz, kiszállok. Cika, költ majom! Térképet hozzá elő mindig van. Gyere, te majom! Leütötte a társát! Keci! Úristen! Úristen! Nagyon balfasz! Ez igen! Keci előtti az NPC! Azt a jó! Ez nekem sok! Menjünk innen! Itt van vajon Csibi Csaba valahol? Azt a korom ennyi ember! Annyit, hogy íj te! Mi a számod? Hát itt nincs Sibi Csaba, ahogy nézem. Szerintem visszaadjunk a... Nem bír elhállod. Mi a gyászos fene történik?
Azt a kurva. Uha. Minden tiszteletem. Jó reggelt. Tessék! Még egyszer. Jó reggelt. Szép jó reggelt. Nem látod Csibi Csabát, a barátom? Nem. Miért ordibál velem? Nem ordibálok, szép kis uram. Hát eddig ordibált, most már lenyugodott. Ideges uram, ideges? Le. Mi? Keresd a spárta cigályokat. Hogy tessék? Te a spárta cigályokat, uram. Hát rendben, biztos. Mi a fasz? Nem is ér, ez a publik, ez... És értem, miket mondott. Annyit értem, hogy hát igen, a C betűs szót. Húha. Igen, ez itt a publikban vannak állapotok. Spártai IC? Spártai, ja, hogy spártai C-ket keresett, majdnem IC-t olvasna. Azt a mindenit. Ja, Zoli amúgy. Még elég komoly dolgok vannak. Megnézzük ezt a teniszt, ami kíváncsiak most, amit tud. Az biztos, hogy a publikba visszamegyünk, ott jókat lehet szórakozni az embereken, mert én ilyeneket nem láttam egy jó ideje, hogy valaki ordibál más hírja, hogy te kutya, és elkezdi ütögetni az autóját, aztán gumibottal szétverik egymást. Nem sűrűn lehet ott a történés, az biztos. Mondjuk így lehet, de... Hát igen, a lényátszottam, nem annyira volt ez. Jaj. Nem tudom, Csibi Csabával mi történt, szerintem elrabolták. Hát akkor nélküle megyünk sajnos, amúgy se ismertek annyira jól. Az egy Csibi Csaba, te itt vagy? Aha, szereztem egy kocsit. Hát ember, ott kerestelek, azt majdnem megöltek, meg valami spártai céket kerestek, meg már minden ordibáltak egymással, aztán egy csávó leütötte a társát egy gumibottal, aztán leütötte egy ilyen városlakó, aztán nagyon nem tudom, hogy mi történik a publikban, de... Hát ez egy pokol, pokol van. Ja, hát veszélyes abból. Ja, nyomjuk. Beállítunk valami séta stílust. Hogy is mondjam, kiabálni kell közben. Injured. Ott izé, itt beálltok ide, ott meg Csibi Csabát pátszalod a túloldalra. Várja, hogy kiabálok? Hát a izé, faszom hogy 11. Ja. Oksa, megvan a faszom. 11 centis. És te most hova mész? 2v1v1 van. Ja igen? Ja, ott oda mész, érted? Itt ide, ide, ja. Remélem, ügyes vagyok benne, opá. Ajaj, mi történik? És akkor látod még egy kijelölt helyet, és akkor tudsz szerválni. Aj, hogyan szerválok? Hát izé, hát olyan... Elütöd, érted? Elütöd. Kurva. Ez az, ennyi! Mi van te köcsök? Tetszik. Megír, itt van valami másik helyet. Intézem. Szerválni. Neee! Kiütöttem! Nyertem egy pontot! Igen! Nem túl izgalmas amúgy, hogy sose üti vissza. Várjál, most nem bírok szerválni. Ne szerválsz! Ott szerválja, izé, keresd meg ott a helyet, ahol kell, érted. Neki a túloldala lesz, igen. Hát ez zseniális. Mi a fasz, nem engedj kell elhatázni. Hát igen. Tibi Saba nem a legügyesebb ebbe. Miért kaptál pontot? Annyi visszaütöttem! De hamarabb kaptál pontot, mint hogy visszaütötted volna. Hát ennyi. Ilyen jó vagyok. Na várjál, jövök. Elég komoly amúgy. Oh, majdnem. Ó! Oh. Esik? Nem is a ló, miért futok? Hát én értem, nem bírok hátra menni. Fú. Amúgy tényleg menő, csak nem bírom, nehéz kicsit irányítani amúgy. Hogy mozog? Most kiütöttem, vagy mi van?
Nem tudom, mi történik amúgy néha. Ugye te részben keresztbe kell szerválni egyébként. Én vágom. Az kint van, haló? Tiéd lett a pont. Azért mondom. Te vezetsz, az még nem túl jó. Fura amúgy ez a tenisz, de elmenő amúgy az elképzelés. Béna vagyok. Megint enyém a pont. Hát ez van. Ja, mennem ott ért földet. És hogy szerválom? Tehát mozgás balra. Labda elejtése. Jó, hát gondolom, akkor majd így sikerül. Azt a kurva, mit ugrott, Gedz? Jó ég. És most nem sikerült a szervám, gondolom, hogy nem sikerült át... Hallj, de... A karakter... Én szerválok, csak fogyatékos vagyok, és a hálóra futok. Várjál! Gondolkozok kicsit. Mit csinál a karakterem? Cset! Nem nyomok semmit! Haló? Csak kicsit futok a kerítésnek, semmi baj. Jó, nem baj, nyugodtan meglegítsél, mert nyugodtan. Keci! Nem bírok mit csinálni, haló? Valaki üssön már meg. Szólj már, opa, szólj már nekik, hogy üssenek meg. Faszom, te is szaladsz. Igen. Nem, én jól vagyok. Engem is én meg. Jól vagyok. Próbálok, érted? Csak nem vagy. Aha, most jó lesz. Most nincs ütője. De meg lesz az, jogi. Nincs ütő. És hogy működik az, hogy merre megy a labda? Merre nézek? Hogy vagy ezt erre még nem jöttem rá? Cigizni. De nem oda megy, amerre nézek. De hogy irányítom a labdát? De azt nem értem. Hát arra még nem jöttem rá. Jó, mert arra még én sem. De nem bírok a másik oldalra szerválni. Az előbb 10 percet teniszeztünk, de egyszer nem ütöttük vissza a labdát. Ahogy nem, csak nem. Jó, mert hagytalak nyerni. De nem lehet szerválni rendes, hát fel vagyok háborodva. Most ha neki sikerül, amúgy kiégek. Nem baj, hogy a pályán áll? Nem, szerintem. Az, hogy nem lehet átütni egyszerűen a másik félre, tehát nem lehet jól szerválni, és ott elbukik a dolog. Tehát ez igen, tehát nem tud senki szerválni. Amúgy ézés tök menő, a Vidán Parkban is működik minden. Megnézhetjük azokat is. Ja, csak pénzbe kerül, az a baj. És nincs pénzetek? Hát figyelj, 22 dollárom van. Sikerült a szervám! Nem sikerült a szervám. Meg a bankban van ezzel. Amúgy egy ezzel, hogy tudja próbálgatni a dolgokat. Na jó, ezt szerintem engedjük el, mert nem bírok mozogni rendesen. Kicsit kretén leszekedte a tenisztől. Hogy kell kilépni, F. Megnézzék a Vidán Parkot. Én tele vagyok pénzzel, vettem múltkor egy benzines karnát, az elment az összes pénzem. Az fasza. De van egy benzines kar, nem? Menjünk a négy személyesre? Ja, menjünk akkor azzal. Elég komoly merda, egy Regina? Hát én Regina nőtől vettem. Azt a kurva, elég jól néz ki. Vezetek. Én azt mondtam, ez jó ötlete, én vezetek. Azt a golyónyomot ne nézd elől. Mi történt? Hát... Remélem fegyver golyó. Nem. És merre megyünk, Vidán Park? Hú, ez egy komoly sebességet diktál ez az autó. Akkor kell kivenni pénzt valahonnan. Nálam van egy ezős. Egy bankba. Mi a fasz? Kössétek le magad, mert csipog az autó. Csak ez ilyen... áll a csipogat, te nem vagy bekötve. Nem. Tehát ez ilyen high tech. Mondjuk a kanyarodás nem az erőssége, ezt már most látom. Se a gyorsaság. Jó is az. Na van egy bank. Jaj! Jaj! Jó, sima. Van itt a bolt, nem tudom, ott van a falon, nem? Ebben a boltban nincs. Lesz egy bank, szerintem olyan kicsit egyenesen még. Ott a mézbank, ott volt jobbra azon, szerintem. Nem tudunk ilyen illegális dolgokat csinálni? Van egy ilyen pillecukor nevű csaj, azt úgy hallottam, elég imponáló, hogyha bankat rablunk. Imponálni? Hát az pillecukor? Stevennek a csaja. Még. Szerintem ő mindenki.
Még az ő csaj, le fogom csapni a kezéről. Mindenki pille cukra. Ja, meg kéne szerezni akkor a számát. Azon, hogy én nem tudom, mert múltban nem kértem el. Azon, hogy nekem telefonom sincs. Nektek honnan van egy pénzetek, hogy ez 200? 400 egy telefon. Hát az drágább, mint a benzines kanna. Azt a benzines kanna, én dolgoztam legalább egy, hát egy 3 percet. Mit te voltam, hogy dolgozni? Jaj, a villanyszerelő vagyok. Az igen. Az egy nagyra vitted. A persze tudod olyan, mint az Among Us, csak ZIR-el. Várjál. Hogy veszel ki bármit innen? Mert nekem nincs még számlám? Hát ez úgy van, hogy kicsit ilyen izé... az alternatív világra gondolsz, és akkor ránézel itt a izé billentyűzetre. Igen? És akkor úgy meg tudod nyitni a balkodat. Ó. Ó, de előbb beadta egy pillanatra, de hol? Ó, megvan. Ki van egy ezresem. Ó, nekem van 4500 dollárom. Az igen. Steven tegnap mennyit, hogy 150-et kapott. 150 ezret? 150 ezret, igen. Az egy kit a pillecukort, a pénzes a nő? Ú, tele van. Na jó, menjünk. Ja, tegnap adott 8 ezret adott a pénzem. Most veszek egy telefon még, de azért ugorjunk el. Összekérem, hogy meg tudjam adni ezt. A spanolnak, mert akkor ad fegyverre pénzt, meg ilyenek. Meg fegyvert is? Honnan vetted meg fegyvert? Ezért adott nekünk 4 fegyóra. Azt a mindenit. Utána meg 50 ezeret. Csak akkor már nem volt adott is anna. Aha. Fasz. Emlékszel te a fegyverboltos esetre? Hol van egy bolt? Ja, arra igen, persze. Ó. Szétburantották a fejemet. Nem igaz, hát kiestünk a kocsiból csak. Meg tudsz halni ezen a szerum, hogy hogy működik? Elcsúsztunk a gyepszalon. Beugrunk a balra, még veszek egy telót itt, gondolom lehet, nem? Szerintem igen. Még nem voltak. Veszek én is. Hát itt csak pia van. Na ne bassz. Hol veszünk telót akkor? Hát a sima boltban, de az messze van, akkor előbb a Vidám parkba menjünk. Mert nem mindegyik bolt sima? Nem menjünk igazán. Vidám Parkba most. Kevés sima bolt az a bolt. Azon bejelölve most az izé, Vidám Park, itt GPS-en. Jaj, mindjárt szétesik a műszerfal ezen a szaron, úgyhogy nem tudom, nem vagyok benne biztos. Húha! Ezt neked bérjen külös a szemed? Hát, mindig is bláncos akartam lenni, csak hát Pekának nem születtem, úgyhogy valahogy legalább azonosulni akartam. Így már mindent értek. Én meg elvileg fekának születtem, de mégsem vagyok feka. Az mit jelent? Hát, hogy nézz a bőrömre, én kicsit izé vagyok inkább. Sárvédő. Karamell! Jégből vagyok! Ez már fasza volt, na nem baj. Jesszi! Azt hittem átférünk! Na bassz meg! Jó az, meg vagytok? Nem mindenhova férünk bele ez a Regina. Mert még megy. Gondolom egy ideig. Mi történt, ha szabad kérdezni, hogy érted? Egy kvácsit állunk a parkba. Jó, azt rakjuk le ide egy biztonságos helyre, hogy nagy ellopják. Lalomozunk. Látszik, hogy van jogsim. Na! Motort hogy állítom le? Hát a izé, zizegsz egyet és akkor ott. Sikerült. Zizegsz egyet. Csak itt van választék, melyikkel menjünk. Melyik a legjobb? Hú, várjál, folyton legugolok valamiért. Hopp, megvan. $200? Na jó, nyomjuk. Én beszálltam. Kell szállni. Fullon van, vágod? Hát szar lehet. Vajon ki nem fér? Hát akkor indulhatunk, nem? Várj, én beülök melléd akkor. Azt mondták 30 másodperc, hogy indítj. Így van, hogyha siess. Jó, szia. 20 másodperc.
És indulunk. Ez csak sima GTA online-os hullámas út, azt hogy milyen chat? Úristen, vissza számlára, 3, 2, 1, go! Jaj, nem, majd lefelé. Jaj, ja, én hányni fogok. Milyen arra van a karakteremnek? Most van arra. Jaj, jaj. Kapaszkodjatok! Nem lehet kiugrani út közbe? Én nem tudom, ha lehet, akkor én jönnék, aztán semmit kiesik. Juhuuu! Ennek hogy örülök így? Te ilyen vissesen örülsz? Ezt feltette a kezét. Azt a gurú. Adjatok a space-t. De ki ne szállj! Te mit csinálsz? Hogy ez? Hogy kezd föl? Kapaszkodj! Hú! Hú! Áll a hullámvasútban, mint teljes, mint... Majdnem lefejeltem. Ez ott 200 dollár? Még ez jó nagy pénz, mint a bárt. Ezért van itt ez a cucc, azzal meg fel lehet menni le. Hol lettek? Nem. Le? Hello? Hello? Lefel? Mi az, hogy lefel? Ajaj, áá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 á
Szevasz, nézd! Szevasz! Szevasz! Jaj! De most kétszer vagy a le! Az meg kétszer van talán, én 200-ért megyek akkor. Legyen prémium! Az be fogják csatolni? Nem tudom. Hát reméljük. Habá, ja, igen. Jó. Majd most is sokkal jobban érzem magam. Juhú! Jó, de magasan vagyunk. És akkor most innen? Ez most innen az van, ide nem tudom, ajajajajajaj! Nem mondta, hogy ennyi volt. Ne! Na jó, ez a legnagyobb lehúzás a kibaszott világon, és én ezt egy 200 dollárt fizettem. Na az óriás kereket még próbáljuk ki. Azt nem lehet. Hello, mi? Szevasz, Michelangelo. Szevasztok, mi a helyzet? Elég komoly nézel ki, baszki. Ja, kicsit átöltöztem. Meg jobban néztem ki. Jösszönünk izé, óriás kerekezni? Ennyibe kerül. Az egy 500 nem tudom. 500! Jó. A 900 dollár. Tudok adni egy 500-as nektek még. Az megéri, mert ez az emelkedős szar, ez nem érte meg. Azt még nem próbáltuk. Ha mindenki kell próbálni egyszer, nem? 500 dollár, minden megéri. Ja. Akkor menjünk, hol kell felszállni? Azt itt kell elvileg. Itt? Itt az Enter. Jó. A másik oldalt? Szerintem is. Hát vagy az, vagy a másik oldalt. Jó, most jaj, túl oldal. Nem jó. Vagy itt, amíg ide jön az út. Jaj. Nem. Nem jó. Azért, mert középen kell állni, csak egy ember tudott állni. Mennyi? Ez egy átverés. Vagy a túladon kell lenni akkor? Arról van ajtónak tűnő dolog. Én beszállok, csá! Azt nézd! Én léptem, gyíkok! Hello! Szevasz! Csá! Köszi, egyedül felszállok. De ezt most nem... Neked sincs, nem? Ez az Michelangelo. Nem megyek. Ja, jó, még sosem. De már nálam van a pénz! Hát de mondjuk ez gáz. Nem mondod, hogy most mindig meg fogunk állni. Jó, már nagyon szép a kilátás. Főleg innen lentről. Ó, a tetején most várolunk? Mászle hozzám, jó? Hát elvileg ki tudok szállni amúgy innen, de nem tudom, hogy az most... Próbáld ki. Hát jó. Várj majd a tetején, majd a tetején. Nekem van lőfegyverem, én nem akarok kiszállni. De soha nem lesz más.
Mi történik, ha kiszállok, chat? Mindjárt tetején vagyok. Szasz Herbát, cső. Cső mindenki, aki mesélt, köszi, egy ennyit vagyunk, köszi, 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 köszi. Tényleg nem drasszak. Neked is ilyen jó. Nem hallok. Mi vagy mondja? Ó, leked, ne! Kiszálltam az etején, azt itt vagyok. Az igen. Azt ki, azt hittem legalább, hogy kibírok ugrani, vagy valamilyen tengerbe. Hát, aki törik a nyakam. Mondhatom? Nekem is ilyen szép vörös a szemed. Ez nagyon rossz. Ja, ja, ja. 187. Amúgy, ez most eléggé fájt a pénztárcámnak. 47, 80. Most nézem, neked is nagyon szép a szemed, meg a szemednek ilyen, ez ilyen festett? Nem, apu meg anyu testesek. Ja. Azt hittem, olyan vagy, mint Varga Irén egy kicsit. Az kicsoda. Hát és panom. Egy ja. Darab izém. Látod? Fegyverem. Ezzel ma megváltok a világot. Róli öreg! Jézusom! De rég láttalak a mindenségét! Kőcső, mi a helyzet? Köszi szépen 11. óra volt. Köszi. Amúgy nem rablunk egy bankot, de legyen pénzünk. Mindenki újra egy végre ráérek streamet nézni mosolygó arc. Ez egy kurva szar, hogy még hullámvasúton sem tudok felülni. Amúgy nektek van fegyveretek, Michelangelo, meg neked is. Érted mi? Kemény, nekem is azt írva, mutatom. Én is ilyen kemény vagyok. És kéne szerezni olyan embereket, akiknek van hozzáértésük. Ja, mi most nem tudunk, csak így? Hát csak így nem. Akkor spanoljunk össze. Az a pillecukor, az nem tud? Én nem tudom, az milyen körökbe mozog. Hogy keresek a pillecukrot? Az jó, hát úgyis egy szopás az élet, akkor tud mindent. Tényleg, de itt erre a Rík, köszi neked is a 16-odikat. Nem igyezted meg a számmal, kit mondott úgy? Már egy boltot is kipakartunk, gondolom, az se rossz, nem? A bankot nem is. Azt ki tudjuk, gondolom. Mennyire jött ezt a zárfeltöréshez? Én? Ja, múltkor amúgy megpróbáltok, és tudod milyen? Így hallgatni kell, mint valami nem. Na, mondjuk ahhoz nem értek, mert hát az egyik dopártyám ki van szakadva. Hát próbáld a másikkal. Nekünk a rendőr tölte fel. Ja, hát mondjuk, akkor próbáljuk meg azt, hogy bemenjünk, és azt kérjük egy túszért, hogy törje fel a széfet nekünk. Ja, ez jó, nem? A publikban lehet túszokat hozni? Hát én nem tudom, de biztos lesz jelentkező. Az ott a pokol, az ott a szennyek, a szennye. Jó, akkor máshonnan kellem a publikból. Lehet csak el kéne ügyvetteni magunkat, hogy az egyes boltba jöjjenek túszok. Hol az egyes bolt? Hát nem tudom, hol van-e olyan. Hát ott a nemzeti felett, nem? Hozzánk közel amúgy. Nem, amúgy az egyes volt mehet. És a Reginával akarunk menekülni, mert akkor nem összejutunk. Nekem van egy minim. Hát az sokkal jobb, igaz? Csillat a Regina füstöl is. Nem bírunk lopni valami komolyabbat? Mi a fasz csinál? Tudok így is menekülni. De várjál, te hogy loptad ezt az autót, Csibi Csaba? Megmutatom. Én ilyet tudok. Odament, és beszállt. Jó, akkor nem akarsz így lopni egy másikat, ami gyorsabb? Dehogy nem, menjünk. Jó. És bőd a Reginával, én nem is értem. Hát le van füstölve és 60-nal megy. Egy ezeresért megcsinálják a szerelőtelepet. Hát ez drága. Hát nekem spanom a szerelő, ingyen szerel. Jó, de az a baj, hogy... Jaj, nincs egy kis kajátok? Itt mennyire baj, hát mennyire baj, hogyha éhes vagyok már. Tudom, már gondolni, ilyen éhező családba jöttem, izé egymást karját ették a nagyszüleim, meg ilyenek. Én kannibálok. Azt nem tudom mennyire baj itt, hogyha éhes vagyok. Nekem nem baj, csak ne az én karomat egyen. Ha mondjuk, hogy levágni a lábóját, ezt akkor palatoznék. Kivállalja be. Mi Csaba szerintem, hogy úgy is. Kolbászos neve van, érted? Ha meg ahogy is a tesóik, vagy mi ez a szülei tesók, úgyhogy neki mindegy. Van, hogy pia kéne, azt nem tudtak adni? Papi, itt egy autó. Kaját tudok neked adni. Ez csak? Hogy hívnak le? Ez jó nekünk? Durrasd ki? Ez aha. Jó. Összetöri! Nem jó! Várjátok, én úgy tudom, amúgy nem szabad használni ilyenekre izét. Igen? Ilyen autót. Ja, úgy hallottam. Biztos? Igen, igen. Akkor mire szabad használni? Arra, hogy a legközelebbi parkolóba elmegy a sajátodért. Mondjuk nincs sajátunk, akkor így használhatjuk. Nem tudunk összedobni egy ladára, vagy valami? Hát menjünk el, nézzük meg. Itt előbb nem ugrunk be valami kajáért?
kis boltba. De. Itt a használt autókereskedés elvileg. Használt autókereskedés, ugorjunk be izéért, kocsiért. Valami öt személyes kéne, kaja nincs. Szerintem nem sok kaja lesz mondjuk amúgy. Na jó van, törd le az ajtóm. Rájöttünk, hogy ezeket nem lehet rabolni, úgyhogy vennünk kell egy autót. Nem vagy kettőt. Egy kéregetni kell főpultba, az mindig működik. Jó, tényleg jó arcok, amúgy nem. Akkor menjünk kéregetni főpublikba? Persze. Ja. Meg van, az a BMW az nem lesz jó még? Ami, hát, amit adhatunk a Renis pályánál? Az is két személyes, az a baj. Hallod? Juan Miguel! A teniszpályán hagytunk egy BMW-t, azzal el tudsz venni, és akkor csak egy autót kell vennünk, vagy szereznünk. Jó. Ja, azt hozd el, azt főpublikba, Dali. A teniszpálya. Lenne a parton. Ja, tengerparti gym felől. Oksa. Gyere, publikba majd. Miért a számot, mi helyzet Róli amúgy? Nekem sincs. Nem megyünk fel rádióra? Nekem az sincs. Na, mert szerintem rádióm az van. Irádió? Van valami. Ez nem az. Szerintem ez nem az. Szerintem ez inkább ilyen muzsikás rádió, nem? Ja. 26-at vereti az ecskes Regina. Amerika reality roleplay-en vagyunk amúgy. Sőt, kell több is. Te nem elrabolnak minket mögött. Itt Dodge Charger. Használd autókereskedésnek. Jó napot! Miért komoly rádió amúgy? Nyugi, hallgathatod olyan. Azt a mindent. Nem akarnak elrabolni mégse. Még egy ilyen autó nem lett volna, rossz, el kellett volna lopni tőle. Ó, ez gond. Gondolkozik, hogy elraboljon-e? Mennyi idő, mire leáll a motor? Hát azt nem tudom. Sics. Charles Martin a csőcső, és ő mindenki egy cset. Amerika reality roleplay-en vagyunk, kipróbáljuk milyen ez a szerú. És a végső terv az, hogy kirablunk egy bankot, igen, vagy egy boltot? Beraktam a rádióba. Nézegetjük, mik vannak másik szerókon igazából, vagy akár most ez történik. Ugye szeró nézegetés a cím is. Kint is lehet hallani kicsit. Azta. Durva egyébként, vannak fasz a dolgok egyébként. Nyilván csomó minden bugos itt fizet, most hallom. Nem is lehet tökéletes. Robi, köszi a tíres 17-et, köszi arra, köszi szépen. Persze, Karaj, persze. Csak azért. Valahogy izé, pirácsot. Beugorjunk autókerbe megnézni, hogy izé, mennyi egy kocsa. Szerintem nincsen jogosítványuk, úgy nem igazán lehet. Ja, ó, mondjuk, hát az nem is lesz. Vágod, amiért izé, kannibál vagyok, meg félfülem, de süket így nem annyira adnak. Ja, valahogy itt izé. Illetszukor kéne mindenképpen. Aki tuti sok kocsia van, múltkor mondta, hogy van lambója, meg mindene. Na mondjuk ez jó lenne. Hát nem, meg erről Tomás szólok a kezéről, le kell csapni azt a pillecukrot. Szerintem meg tudod oldani. Na itt ők lesz, tanok lesz. Jaj. Jó, akkor ti beszéltek, én nem értek hozzá. Aha, pár levittem neki 3000-et. 10000. Hát azért már nem érné meg az a gond, hogy 11000. 15-öt adok érte. Na de érte, a Honda legyen, ja, legyen. Ja, adok 15-öt adok érte, csak kell, hogy próbáljuk. Hát, ki próbálni? Igen, mondjuk ki próbálni, igen. Most szeretnénk vele menni egy kört előtt. Nem tudom, inkább a megbízható urasága. Jó napot! Nem tudok megbízható. Nem érdekel egy aspirin? Gyerek! Miért nem vagy megbízható? Én nem tudom. És csak azért, mert fekete vagyok. Na jó, ez egy olyan szitorasszizmus, amit nem engedhetek. Mi az? Hé, pingvin, te köcsög, menj vissza az Antarktiszra! Jó, jó, jó. Megnézhetem azt a bőrt. Még bokát sincs. Ez az, fuss el! Bokátlan pingvin! Minden városban van egy kibaszott pingvin. Ja, ja, ja. Dollár egy bőr. Igen, nem, 6 bőr. Szóval... Annos Michelangelo, nincs pingvin. Négy személyes gyorsan menjen és legyen kettő, mert egy kevés. Hallod, várjál, JJ, a pingvin most már tárgyalóképes. Ja, nem. Ja, nem vették meg a szarod, most már kellek, mi? Szóval. Ha nem jó, ha nincs ló, jó a szamár is, mi?
Micsoda, mondd meg egyszer. 15-e akkor, 12-e, 15-e meg visszaadom. Hát kipróbáltam, akkor igen. Előtt, hát fiam, utána kéne, azt akkor visszaadom. Mi az, hogy fiam, ember? Szerintem izé, több barátom. Idős aljon, mint te. Barátom. Akkor így mondom. Nem vagyunk barátok. Fiam. Fiam. Keszi. Uram, mert kérem szépen, megveszi a szalem, tetszik, visszaadom a cash-t. Érti? Ja, vágom, jó, akkor adok 300 dollárt a próbakörül. Hát a... Megköpjebb a maszkodat. Rendben. Te az igazi pingvin vagy? Igen. Mi a kedvenc izé szám? Hát, 253. Élményképek durrannak? Vissas pingvin vagy. Tessék, na hozzad, aztán követ kipróbálom, és akkor jó, akkor megveszem. Neki mennyi? Úristen, mit szeretem? Nem megy majd barátkozni ezzel a pingvinnel. Azt mondta JG-re, hogy a fia, aztán az, hogy a barátja. Nem tudom, kinek képzeli magát, vágod, most téved ide az északi sarkról. Nem sejtem, mennyi autója van. Nem, azt nem, de most egy próbakörre odaadja elvileg. Ha nem tudjuk mit. Amúgy nem találtam meg a BM. Csak egy motor volt ott. Mivel valaki elrabolta. Jó, én azt úgy kaptam kölcsön egy. Mi van két személyes, amit a pingvinad? Jó, mi a faszért vagyok, feszülőd! Ezt úgy tudod megcsinálni, hogy izé. Hát gondolkozz úgy, hogy máshogy jársz, érted? Ja. Az előbb a kórházba így rohangáltam 10 perc. Nagy gyerek, itt van az autó hely. Itt az autó hely. Jövünk el, akkor gyorsan. Milyen civiket lehet venni? És egy gyújtó. Mi ez az? Kipróbálom, jó rendben? Az főnök. Próbáljuk akkor. Hát négy személyes, na üljetek be. Üljünk be. Hát négy ahogy próbáljuk már ki, mert ilyen négy családi autót szeretnék használni. Rendben, próbálj ki, üljön be a vezető ülésbe. Ember odaad 300 dollárt, hogy menjünk már vele egy kört, visszahozunk 5 perc volt. De hát itt van a vezető ülés, csak bejöttem. Ötten vagyunk vele, te idióta. Hát mi a fasz, ez nem személyes, ez nem megy. Hát ez egy szállják, hogy elvig. Mi történik? Arra kellett. Na jó, mi a fasz? Összám na hozzák nézzük. Vissza. Jó, mindjárt hozzuk. Visszahozzuk persze. Ki ez itt mögöttem? Te ki a bánat vagy? Szállj már, te ki van? Te nem vagy a családtagja, öreg. Ki a bánat vagy a szóval? És mi van akkor, hogyha az a köpben? Akkor egy perc és jövünk. Nem leszel, vágok. Oldog szülelak, hogy mehetünk. Mi az, hogy mehetünk? Szállj már le a tetőre, de iras! Na jó van, ne viccel, hogy na jó, ez van. Kibaszott idióták, vágod, öngyilkos hajlamú. Sarki pingvin. Na, most már van egy autónk. Bassza. Akkor még Michelangelo-nak kéne valami. Meg túlsz kéne szerezni. Jön mögöttünk Michelangelo szerintem. Szerintem is, akkor kéne még egy... Kapott egy teszát? A büdös, az a mi BMW-nk volt. Ott a túlsz. Az a mi BMW-nk volt. Bassza meg. Menjünk csak ki, de jó lesz túl. Hát úgy tűnik, mi most visszaszállt az... Hagyjatok? Ne, ne viccelj. Úristen. Maga jött, meg kell. Rá, maga. Jó napot, uram! Jó napot kívánok! Nekem fájna! Ellottad a BMW-nket, te köcsök! Nekem fájna! Votolgetsz! Nem fáj! Hát, hogy meg ki az én kocsiból. Hát az én kocsim. Oda vajon, mint egy dobozba beszélne. Mi a fasz? Mert dobozba vagyok. Mi a fasz lenne a szájában? Mi lelőttétek? Hát a faszok! Te faszok, hogy a túlszunk volt! De miért lőtted le? Benne? Bazzeg ő! Mit csináltad? Ő lehetett volna túlszult, hogy lelőtted? Eltűnt szába nőttünk fel gyerekként. Te ki vagy? Ne. Komolyan szarú! Ne! 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 Aztán kirátja a kocsiból! Ó, szegény! Nem hívunk neki mentőt? Te hívok! Jaj, jó, nem tud élni. Mi a neved? Fek a gyerek! Nekem? Sót. Ja. Sót. Kreatív. És a sparodnak mi volt? Ez micsoda? Ray, azt hiszem, Rayverton. Rayverton is sót és szín? Igen. Keci. Túl. Terep csere. Hát jó, akkor most a hivatalos és a túlszaink vagytok. Rendben, csikkáj. Hát meg mondjuk, nem nagyon. Hát még. Térdej. Mondjuk nem értem, én lőttének fejbe. Én azt hittem, hogy valami hülye gyerek. GG, nagyon agresszív ma. Ja. Nem. GG. Itt a mentőst. Mordit is kell nekik küldeni, mert nem tudják, ja. Hogy hova. Ja, tudom, küldtem.
Oh no. Na, fasza. Végre szereztünk két autót, hármat. Direkt szopatnak minket. Addig mutatok valamit. Még gyertek? Az, kéne egy szerelő is addig, nem? Mit mutatsz? Gyertek? Az egy show tristint vigyétek biztonságos helyre, nehogy itt izé csiki-csukizzon. Érdem, érdem. Gyakorl szúrlak, köcsök. Ne. Menj a járdára, akkor gyorsan. Nem elég lapos a terület. Mihez nem elég lapos a terület? Hogy mi a pálya? Csak akkor ráéd a piros helyre. Ez lehet lapos. Hopp! Na most mire van szó? Most a lámpát. Vagy nem? Ne lehet, nem. Itt állok én is. Jó, megfogom a kezem. Ide, ide vezem az úr hajához, lenyisztatok egy tincset! Jó, ez most talán a szuvenére. Ezt. Na mit feszülgetsz, Show Tristin? Nem tudom, hogy... Igen, ezzel nekem is szakad baj lenni. Akkor máshogy járni, és akkor fasza lesz. Nézd csak, mit rajzolok ide? Hogy micsoda? Nézd csak, mit rajzolok ide? Mi a jött, hogy... micsoda? Menjetek a be... Ja, vigyázzatok, a túlszok elmennek! Ne, nem jó! Én ne, nem is rajzol semmit! Mindjárt kész, figyelj! Hopp! Ah, mi ez, mit jelent? Hát, hogy könnyűke! Oh. Könnyűke? Azt a mindenit! Ez valami gang? Ez tök fasza! Volt egy graffiti! A túlszainkat ott hagytuk egyedül? Egyedül rajzoltam fel. Szereztem túlszok, túlszok elfutnak! Itt egy másik. Látom itt. Igen, magát is most nem már láttam. Minden tiszteltem, hölgyem, szép napot. Mégse lesz túsz. Miért? Hogyhogy? 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 Miért? Nem, a hölgyem, hogy túsz legyen ő. Kedves. Hogy sugar mamja lenni? Jajjajjem, nem szabad valami. Nézzük. Hogy elég komoly bajok vannak, nem tudom milyen voice, de ez vannak bajok. Tudom, mert laggol, meg akad, meg nem voice, nem izén van, tehát amikor a publikán verekedtek és hallottam embereket, akik nem izén voltak, pustut alkolni, és hallottam, hogy kattingatta, meg nyomogatta az enter. Most is valahonnan visszaadlak valakit. Sima voice. Csak jött egy üzenetem. Hát szerintem az izé után kéne rabolni, nem? Azaz. Ez az. A csajt halljuk vissza magunkat szerintem. Csákás! Milyen boldogás! Mi a helyzet? Ezen éve nem láttalak. Ja, az lesz. Milán. Jobb. Ugye magától halljuk meg a rádiót is. Felállítom az urát. Azt ki a gombban. Kéne egy telefon. Az nekem is. Hogy szerzem így meg pillacukor számát? Szép jó napot! 200 zacsi. De lehet még, nem tudom, még meglátjuk. Mi az? De várjad. Mi a... Na, rébb jövök. 200 kevés első megtelik. Jó, de nem az a lényeg, hogy mindig tele legyen. Vagy hát érted, nem az a lényeg, hogy izé 300 millió ember legyen, meg 500 totasz mindig tele legyen, mert egy az, hogy hát szerintem kevesebb ember is lehet kurva jókat RP-zni, és legalább nem az lesz, hogy izé 200 ember, csak afkolaszeród, mert izé nem tudom mit csinál, hanem mindenki interaktál mindenkivel. Tök felesleges ilyen 3-400 totok szerintem teljesen. 200-220 szerintem az bőven elég.
222. Hú, nagyon zavarja a mentőst, ha visszaallom magam amúgy. Iszonyatul, itt annyira trigger, hogy inkább el is jöttem onnan. Hogy lehet úgy játszani, hangfalon RP-zel, és nem is push-tutalkod, de tényleg hogy lehet úgy RP-zni, hogy hangfalon RP-zel, és még push-tutalkod sincs? Fú, én nem tudom azt, hogy lehet bírni meg, hogy nem szólnak neki, ez nagyon zavaró. Az, hogy kocsiaink el fognak tűnni, nem? Jó, hát, vagy kibérlem megint csávótól. Nem fognak belemenni, ti is visszajöttök, túlszak itt a nagy izé után? Nem volt elég idő kipróbálni. Ez a beszéd. És utána melyik boltot raboljuk ki? Az összeset. 20 percenként le. Igen, akkor menjünk boltról boltra. Itt a túsz! Be van egy telefonja a fekvőben. Miközben? Majd telefonja a fekvőben. Túsz az nem bír a túsznak, hogy oda. Jó. Lehet ugye a no white list mellett nyilván furák lesznek az emberek. Kérem. Ne, de nagyon hideg van. Ne bántson. Ki ez a izé? Kis kullancs. Mi a fasz? Milyen belül van ma? Mi ez a nagymamám? Azt a kurva, milyen babám? Mexikói! Mit csinálsz? Nagyi! Ne, Nagyi! Hogy tehetted? Ah, de milyen kis Mustangja van ahol. Nagyi, jó vagy. Hiszen hogy fejbe lőtték szegény Nagyit? Halló? Nagyi? Nagyi? Ezt úgy folyik ki belőle. Ezt a csávó. 55-kor van a resi, szóval még 13 percünk van a resség. Az a baj, eddig mit csinálunk? Eddig nem tudunk semmit csinálni, eddig nem rablunk ki egy boltot. Menjünk vissza a parkolóba addig, ja? De ennek a Teslának miért van ilyen bukócsöve? Ez ilyen izé rally Tesla? Ja értem, még kilóg egy kicsit a búrám. A tiéd is. Hát neki mi történt, haló? Köszönöm, kiesett. Michelangelo! Nekem fájna. Bokár. Fáj? Jó van akkor. Kiugrasz az autóban, az a bokár fáj. Ó, ahogy igen, a voice-a vannak kisebb lagok, azt még észrevettem. Egyébként. Na! Szerveresi 55-kor chat. Utána feljövünk, megnézzük milyen egy bolt rablás ezen a szerveren. Ó, egy bolt beltugra még telefonél? Mert nekem sincs, meg így Csibi Csabinak se. Na, menjünk akkor egy boltba. Jelöltem elvileg, az a GPS-en. Ó, vagy itt ilyen lagok elég komolyak vannak. Azt, hogy megy ez a szar. Tudom, kicsit túl van terelve a zero. Vagy nem tudom. Más se jelölve, szar a GPS. Ha mondom, jobbra! De itt a bolt. Igen, itt jobbra, igen, ezt mondom. Mindent lehet venni, múltkor itt mondtunk. Tegnap összre voltunk ki. Ezt még soha nem raboltam ki úgyse. Mondjuk egyet se. Ha? Ne, nincs rá pénzem. Alakják a csak 20 dollárért. Anyád, extra húsos burger, 100 dollár! Na, szerencsére izé vagyok, amúgy tartom a diétámat, úgyhogy kifejezetten csak vegyes salátát veszek. ez így működik. Vettem ember energiát. Ember energiaital. Az erén is. Ezt az ATM-et nem lehet rapolni. Apple, új, én Samsungot veszek. Samsung? Így van. Megkérdezte a Samsung? Vagyam 20 dollár. Hú, de olcsó az a rádió. Várjál, most költetem az összes pénzem. Várjál. Adok bátyja. Kéne bankot csinálni. Mi a kedvenc számod? Samsung. 434 a pulzusom. Azért ez jó magas. Hát nem érdekel. Eléggé laggolnak a dolgok, vertem meg.
mondtál, hogy az út közben bére. Hivatalosan is az E-homszéd vagy. Na, legalább kajáltunk, meg ittunk. Na, ez a random izé, felrobban. Hú, milyen telefon van. Ó, várjál, még gondolkodok egy picit. És van YouTube a telefonon? Azt a kurva élet. Azt, ahogy jött mögöttünk. Mi tudjátok pillacukor számát? Nem tudom. Nem, 16 számjegyből állna egy telefonszámot. 16 számjegyből? Nem tudom, valami. Ember tényleg nagyon szuk. 9-5-3-7-7-0-6 fejem! Orbán is egy telefonozik vezetés közben, idióta! Megnéztem, mi a legkafák. Mit csinálnak, hogy vannak? Hívjak mennek? Rendőrt? Rendőrt nem hívjuk, mentő. Meg leszünk, én orvos vagyok. Még szerencsétlen vezete. Uber Eats. Nem láttam. Rendelés felvétele. De ez ami NFL is van, gondolom. Azt itt a telóba van belerakva. Van így. Kicsit beszorultunk. Az ugyanúgy működik, mint NFL, csak máshogy néz ki. Nagy fogás, ez micsoda? Neked mi a számod, Lajos? Ez egy hirdető program. Nem is azt szól, hogy... Hát aki a kék hajú, nem Lajos? Vannak tök jó elképzelések egyébként. Mi? Eladó, gyári Audi. Lajos. Valami spanosan nevettek a többiek. Nyitva vagyunk, pörzéttenem. IC meg lett baszva? Ó, az SS Márni, ez Ajaxon SS Márnikja. Ajaxon csinálta a mappalást. Minden szerveren ott van már, hogy büszke lett magára az öreg Ajaxon. Nem tudom a számot. 4-4-5-9-7-1. Várjál, lassabban nem vagyok ilyen gyors. Hogy micsoda? 5-4-4? 5-4-4-5-9-7-1. Mikelangelo. Mondd még egyszer, légy szíves. Felhívlak és akkor el tudod menteni az enyém. Oké, és 5-4-4-5-9-7-1. Hajnagyobcsák jön. 5-4-4-5-9-7-1. Így van. Neked mi a számod, Pista? Vagy mi az, Csibi Csabi? Milyen verebek? Mindjárt mondom. Egyik a ber! Büdös verebe. Büdös verebe, kutyák! 99? Na várjál, nem vagyok ilyen gyors. Igen, 99? 99? 18? 80? És 2? Hello! Csörges már meg, Csibi Csaba. Hallod, Frigyes? Frigyes. Ilyen Frigyes. Megcsökkentelek, Csibi Csabi. Van. Ki az a Frigyes? Publikban kamely állapotok vannak azért. Ó! Megcsörgettél, Csibi Csaba. Csörgetlek. Ugye, Totya, ugye? Megvan. Szia. Ki ez a fekete autó? Amúgy hadd kérdezzem már meg. Egy fogás, mit lehet venni most? Az enyém, mi a baj? Skoda Octavia, meg kettő motor eladó. Az én autó. Honnan vetted ezt a kocsit? Nem a bolt elő hozta be? Dehogy, az enyém. Biztos? Eladó jamaikai Fluor Tomi testvér, akit Csabinak hívnak, az nem te vagy? Rendszám ismerős. Csibi Csaba. Cute. Voice-re sikel a telefonozás után, az a baj. Kurva is egy ma. Nem a bolt hozta. Miért beszélsz egy csúnyád? Én mondom, nem hoztam. Michelangelo, te hány éves vagy? És honnan van? Hát az enyém. Most engem nem hallanak? Persze, hogy. Ezt szívassatok, az meg elég szar. Honnan szívik 20 ezerért? Azt mondom, hogy az a pofé. Ha hallasz, Michelangelo? 80 ezeret basztuk. És nézd oda, most van igen. Autómat? Hallasz engem? Most van igen. Ja jó. Az is meg az is? Az ilyen telefonozás az kikészíti a torkodat. Azt mondták, innen kapu. Egyikünknek se. Én megyek kukázok addig, még lesz ez a balhé havazás. Nekem van, kinek te? Nekem. Eszembe jutott egy telefonálás, de nem van. Mi a kedvenc számon? Hát nem tudom. Gondolj az F2. Ja, 393. Gondolj F2! Te ördög fia vagy? Így van. Bládzsos. Ásztá! Kösz, mint az egy dollár. Nagyon kedves vagy. Én kicsit mondom.
Ez is figyelj, sok kicsi sokra megy. Micsoda? Jobb alul írja az idém? Hol? Ja, hogy az az, valakinek nincsen kis a legyoltanunk gohat autója. Nincs. Hánykor lesz egy 55-kor? 53-kor. Ez úgy néz ki, ez molester amúgy. Kicsit. Nem volt egy másik, aki úgy nézett, mint molester. Nézzétek csak ő. Ő amúgy egy per egy molester. Nézzétek, amúgy elmenekül előlem sajna. Hallosolít molesterre, nem? Ezért meg is folytanak! Ne! Hát csak hasonlítasz egy régi ismerősömre. Molesternek hívták. Én? Ja, te, ja. Na, ez van. Hát én valóban ez van, ja. Hát nem tudok valami csinálni nagyon csak. Kérlek kukázni, abban van a biznisz úgy alatt. Jó, jövök, jövök. Tényleg azt még megúrom, jelent én. Én is ilyen szerelek, amúgy, de nem baj. Ingen sex-tel. Hogy túrom fel a kukát? Az alter ego-ddal. Ja, értem, igen. Gondoltam, már nyomtam. Haha. Ez vicces van. És mi ennyi? Aha. Túrom a kukákat, mint igazi munkás ember. Uram maga kukát? Hopp egy AK-40-es. Nem. Hopp egy takó. Takó? Maga kukázik? Nem kukázok, most miről beszél? Maga vádol engem? Jó, és kuka már ki van kukázva. Kukázás a vádon. Köszönjük csórók vagyok. 10 másodpercig nyithatod meg, ó. Neki nem fáj. Na jó van, mert jövök. Itt Tali. Nem találtam semmit, keres munkát. Csá. Csá. Amúgy nem rossz ez a szeró, no joke. De tényleg. El lehet lenni. Nyilván nem egy olyan szeró, ha egész életemben RP-znék. Mert, hát... vannak olyan dolgok, amik fulek. De amúgy fasza. Faszak is szeró egyébként, no joke. Engem is a szaggató hang idegesít egyébként. Meg hogy nincs whitelist és bármilyenféle ember feljut, azt szó szerint bárki, úgyhogy... ja. És az emberek teszik a legtöbbet a szerver, ez nem a scriptek meg ilyenek, tehát az, hogy milyen minőségű emberek vannak fent, úgyhogy... ja. Remélem nincs figyelztetem? Nem, csak várunk, mert resizik a szervert. Felmenjük, utána rablunk egy boltot. Máté, köszi a mínusz 100 000-est! Hú, de jó! Hú, de jó, amúgy iszonyat éhes vagyok. Lehet lassan rendelni kéne valami kaját. De mit tegyünk? Főzni kéne, amúgy készítek. Mozga főztem először az első, az új lakásban, amúgy elég komoly volt. Hány órán van Five-en-ben? 4000. Sok. Nagyon sok. És ez 4000 lesz kb. Minden F-en egyébként. Hogy ja. Úristen, hogy repülnek a mínusz 100 000-ek? Ez igen, chat. Ki vagytok te rendesen? Azt most visszaraknám gyorsan a VIP-et, amúgy most van kereken 4000 órán Five-en-ben. Pog! Ez egy történelmi pillanat, chat. Kereken 4000 óránk van Five-en-ben. 4000-ediket az Amerika Reality Roleplay-en léptük át. Ez jó sok idő. Egyszer főztem, most főztem először, de ma tegnap főztem először, de azt mondom, ma fogok megint amúgy. Lehetne VIP-et pörgetni, amúgy majd benne vagy izé. Visszakapcsolom egyébként. Csózi játszik ezzel a szerveren amúgy, nem? Úgy tudom, hogy gondolom azért van emberre, de csinálni kis csak, meg most úgy tudom, hogy nem is RP-zik, bár nem tudom, mert nem követem nagyon. Én senkit sem követek amúgy, akik nem az ilyen baráti köröm egyébként, szóval nem tudom, Easy-t nézem, ugye Rubent. Meg hát aki ilyen ismerős haver, barát, ennyi igazából, nem is nézek nagyon olyan embereket, akik így nem ismerek. Nem tudom miért, csak így, nem tudom, Geri Mester is szoktam. Lehetne VIP-et pargetni, mert van 450 000 pontom, meglátjuk majd. El lehet felmenni? 55 van? Hát szerintem még nem. De még nem, mert azért kell egy szervónak egy idő, hogy resiződjön, mert nem csak így a csetintés alatt megy, úgyhogy ja. Ja,
Nem várunk egy picit még. Ja, hogy ez a 242-50 slot, ez egyébként úgy tűnik minden beváló. Amúgy én is azt mondom, hogy ilyen 220 vagy 200, nem kell annál több. Most érted, tetyán van 1024 slot, soha nem fog betelni az égvilágon. Mondjuk nem tudom, hogy olyan szerónal 13-an játszanak például ott. Nyilván azért lehet RPG-zni 13 emberrel, és csak az ilyen nagyon meh, hogy összesen rajtad kívül 12 ember van fenn, az valahogy mindig velük fogsz RPG-zni. Ötszáz plusz napot játszottam már 5M-ben, mondjuk ez elég sok, na várjátok. Basszuk el 4000-et 24-jel. Így ez rossz a 24-jel. Tehát azért 500, elég 500 plusz 166 nap. Igen, 500 nap az sok lenne. Most már lehet felmenni, most már lehet egyébként, igen. Előre mondom chat, hogy itt most ugye tegnap elmaradt egy stream, jövő hétvégén meglesztettem mind a két stream, viszont utána hétvégén megyünk szülinapozni, mert Paulusnak lesz a szülinapja. Mondta, hogy ez a november-december, ez ilyen mindenkinek, minden ismerősnek most van a szülinapja, de tényleg nekem is. És menjünk Velencei tóra konkrétan, úgyhogy tehát a pénteki stream úgy senne, meg is a szombat vasárnap elmarad, de utána egyébként a többi meg lesz tartva, aztán meg megyek Angliába majd még. Hát, hogyha tudok menni Angliába, akkor megyek majd 23-tól 27-ig, de karácsony alatt amúgy is chat, ne nézzetek Twitch-et, menjetek, azt legyenek a családdal, mert pont ez, hogy nyilván lementek, megkajáltok velük, meg minden izé, családi vacsora, meg minden ilyesmi, de nem tudom, nyilván én már nem lakok a család, de úgyhogy én már máshogy nézem azt, hogy mennyi időt tudok állítani velük, de higgyetek el, az karácsony, meg igazából bármelyik nap szóljon arról, hogy foglalkoztak a szeretteitekkel. Nem is, tehát minden, hogy fürödnénk ilyen kibaszott idegbe egyébként, szóval... Jana vagyok, de amúgy van egy 80-asom. Úgyhogy átjöttél? Hát... Jó napot! NFL-t, én abba hagytam. Tehát nem átjöttem, azért nem így megy, hogy csak így átmegyek. De most akkor itt vagyok, tehát... Felmegyek, ahova felmegyek, érted? El tudnál jönni a fő... Rocky DB, ez nem az... Fókusz... Fókusz biceps volt. Hát az Lajos. Na, mondjad! Úr Lajosnak hinnak, igaz? Igen, jaj, ilyen lapos Lajos, így van. Adok valamit. Na. Mi? Ó, ez mit tud? Megkapjam? Vedd be, kap be. Biztos? Persze, nyomod. Na, megnézzük. Csát, álljátok készen bármire. De rákenjen meg! Elnézést, urak, valaki nem tud engem meggaddakozni egy kocsival. All the things that we wish they never came true. Nem Velencia leszünk. Északi parton valami, és tudom pontosan. Te legalább nem kapok, nem kezd el fájni a fejem abból, hogy ez nem nincs annyira túltalva egyébként. És vége is. Jó, meg tetszik, hogy nem 5 perc, mert az nagyon sok. Ez jó volt. Van ez még! Vibe-ot, van még! Hogyne volna? Ha kérek, menjünk balta dabban, és majd ott bekapom. Oké. Okay. De jó, hol vannak, valami kocsit kéne szereznünk. Nem ezt a kocsit béreltük ki? De. Van már meg neki, hogy ezt kibéreltük. Nem tudom, hol vannak a többiek? Érdekel van a
Azt a mindenit. Hú, hát elég megvan vagyok valaki gollám? Na várjál, hogy megkérdezem. Még fura, hogy mindenki maszkál mindenhol. Ja, igen, eladó, mennyi? Szevasz, Ré! Menj el, kocsi! Jó viságban, jó vagy? Mondjad! Ré meg show. Hello! Egy, várjál, mondom, mennyiért adnál el ezt a kocsit? 15 000. Na baszki. Uram, hallom már ki. Ne, 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 ne hallgasson, ne, 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 aaaah, ilyen basztártók. Istenem. Le, annyi, hogy fizetni kell neki egy próbakörért, aztán elviszek a kocsiját. Uram, jó napot. Jól van? Persze. Na, eltűntek a nagy kocsilopó embereink. Nincs kocsim? Csá, uram. Nem nagyon. Na, hallod, itt vagy, zsiga? Légy személyes, aztán nincs. Halljátok! Mennyit fizettek egy körért? Egy körért odaadom nektek. Jó, egy fél, egy körért adok egy 500-ast. Á, 1200-at. Jó, 3. Jó, figyelj, legyen 900. Ma Audit vigyük. 1000. Jó, 950 és deal. Legyen 1000. Jó, leszel, akkor legyen 1000. Na, szóval szervezem. Jó, visszahozok akkor egy perc múlva. 117-es szerencse számom, előre kérem a pénzt. Hát jó, de az autóbusz állj ki. Áááá! Előre de el fogsz hajtani, nem. Elhajtasz akkor... Nem, kiszállsz, úgy benne vagyok. Baszeg... Na, minusz egy ajtó. 300. Jó, jó, de akkor ki fogod nyitni, ugye? Igen. Elfogad pénzt? Remélem is. Jó, odaadom a felét, kinyitod, odaadom a másik felét. Áááá! Egyszerre! Ez így fair. Üzelj egyszerre. Helping me, húzd majd innen. Egyszerre. Miért? Miért célbózi? Hát akkor nem adom el egyszerre. Valaki, te miért nekel egy mustang? Akkor meg te nem meg. De. Nem állsz neked szar. Nem kapsz autót. Hát akkor nem kapok autót, csá. 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 Szia! Akkor valaki nekel egy mustang GT-t. Na mennyibe megy? Hát tudom, a 70 000-be kerül a boltba. Az nagyon sok. Micsoda? Hát, egy sórók vagyunk oram ilyenekhez. Hát, ha van GG? Cserben hagytak minket. Jó volt az az autó. Micsoda? Itt van uram. Uram, emi beteg erőszak áldozata lettem. Igen? Igen. Ki a faszt érdekel? Magát tuti. És csak gyere, ide hogy egy gyere. Ne menj az embere! Feljelentelek! Fejjel ki vagy megfolytalak! Az díl? Na jó, van. Vigyük el, mi többen vagyunk. Ezért szóltunk. Oké, befejeztem. És most mit adott nekem a kokain? De miről beszélsz? Miről beszélsz? Örüljön magad dolgával, kis bugrűs. Jó, mert jó. Mit mondott? Ezért szólhatunk Istennek. Hogy mi, Istenek? Én nem hiszek Istenben. Hallászos valami keresztény. Figyelj, már én szólni Istennek, ledugom. Na, igen. Hallászos valami keresztény. Én nem vagyok keresztény, se vallásos. Jó, hát felszítom ezt, amit adtál, ezt annyira nem látok jól, ez mitől lehet? Jodna a cusztal. Láttad a bitcoin árát? Na, nem mondd, hogy mennyi. Azt mondta, hogy megint leesett, mert nagyon szomorú leszek. Hát, lehet rosszabb, volt 51 is, hogy mennyi. Meg most felfelé megy. Még lehetne ennyi a 100 000, annak örülnék. Na ide figyelj, most te vagy autóbuszunk. Na oké, benne vagyok. Még szép, hogy benne vagy, nincs változás lehetőséget. Egyértelmű, hát figyelj. Na akkor menjünk ezt a boltot, így jobbra raboljuk ki. Megverlek. Eljövöm addig Michelangelo-t, hát ha. Hopp, itt nagy action van. A rendőrt elrabol. Megverjük. Jó napot. Uram. Milyen van nálad fegyver? Jó napot, biztos úr. Van bányászképed?
Szevasz, Michelangelo! Halló? Michelangelo? Nincs bányászgépem. Halló? Tegye fel a kezét. Mi történik? Dobj el. Uram. Mád uram. Semmi hirtelen mozdulat. Oda a falhoz, oda a falhoz. Előre fal. Mi történik? Hát lesokkolt a vizét. Miért sokkolt a rét? Mert szándékosan felborította a bóját, úgyhogy belittem volna kialkotásra. Oh. Szia! Hello! Merre vagy? Hallasz? Így van, hallak te engem? Lajos, jól vagy, hallak, aha. Vágod, itt van velünk izé Ray Verton, azt a rendőr be akarja vinni kialkotásra, mert szándékosan felborított egy bóját. Rohadjon meg. Ah, itt vagyunk az izé... A városházán ébredtem. Na bassz meg. Itt vagyunk a boltnál a Nemzeti fölött. Ezt akarjuk kirabolni. Szerzek egy autót, azt megyek oda. Jó, JJ-ket nem láttad? Nem, nincsenek itt sajnos. Na bassz meg. Jó van, gyere, siess. Teva. Mondjuk ez mondjuk ezen kívültem. Most komolyan azért akarta bevinni, kihallgatni a rendőr, mert felborított egy bóját? Ez most komoly? Ez milyen bűncselekmény? Szándékos bójaborogatás? Jó, messzire eldobom. Rendben. Letartja a kezét. Na. Hát akkor most mi legyen? Figyelj. Barátspanunkat végén hagyod, jó? Örökké. Menj a saját dolgodra, jó? Megegyeztünk? Hogyne. Az igen. Ha nem jó. Ajaj, ne! Gyere, Ray Verton! Jesszi, mi a fasz? Ray! Ez mi volt? Milyen rendőr úr, inkább kapjál őket! Ők igazi bűnözők, mi csak késes köcsögök vagyunk. És csak bójákat barogattunk. Nem akar inkább őt elkapni? Ki lelőtte a barátunk? Fogalmas is mi volt. Meg a tupeket is így ölték meg. Hát nem láttam, mi történt, uram? Láttam, hogy mi történt, hát hallottam, nem tudta, hogy mit hallottam. Amúgy, Gyüli. Nem akarja elkapni a bűnözőket? A sárga lambba, azt hiszem megint jönnek. Ajaj. Én elbújok. Honnan jön? Ott jön egy autó. Ez nem az. Menjen rendőr a dolgára. 1-2-1. Menjen a dolgára, persze. Viszlát. Menjünk. Menjél, te menj innen. Én Csic. Nem megyek innen. Csic! Hallod, Lajos, itt a tegnapi graffiti is. Tartsd! Rózsa bimbó csináltam, vagy mi? Ami rózsa csináltam. Azt a mindenit. Duda orra volt. De megnézem, na, abban, mi van. Na, egy ékember! Mondod! Van 3 másodpercet lelépni, vagy kb. Hasba szúrlak a késemmel. Egy? Én nem megyek el, mert nyugodj le, barát. 2? A 3-at kiötted. Na, bazeg. Futás! Bazeg. Futi! Gyere erre! Baszki. Ezt nem hiszem elvágod, ez nem jó. És Michelangelo-t ide hívtam. Azt mondja, amit mit csinálunk, az illegális. Még szép. Mi egy bója felborítása? Nem, az, hogy fegyvert fogtunk a rendőrre. De amikor nem is gondolta, ez illegális. Most komolyan azért akartam bevinni Rayt, mert ezért felborított egy bóját, és ez kihallgatás igényed? Illegálisan felborított egy bóját. Basz meg. Még erre nem számítottam. Ráztuk. Nagy menekülés a volt. Motorod. Szerintem nem ráztuk le. Bújjál! Látom a kék fényt. Szerintem úgy az a baj, tehát ott a Rage megmenti a mentést, akkor ők fogják bevédni, vágod? Uha, itt akkor le kell lőnünk a rendőrt. De a 2 autó volt. Meg a mentős is. De 2 autó volt már. Mi volt ez a randomsága lamba, aki odahajtott és elkezdett kidarálni minket? Tehát az mi volt?
Az hogy történted meg? Az ott a rendőr szembe, aló, nem? De, aló? Baszd meg! Ezek lőnek! Lőnek? Lőnek át! Szúrd le majd őket. Le lehet őket lőni, vagy most mi van? Azt a kurva! Mi történik, aló? Aló! Á, engem lősz! Ilyen geci van! Tessék! Le lehet őket lőni, vagy... Mi a fasz csinálsz? Megadom magam. Nincs sem, nincs fegyverem. Kijövök, nincs sem fegyver. Azt a minden, mi a gyász történik itt? Baszni akarjatok, ezt rábasztatok? Én nem kivel akarok baszni? Uram, maga egy rendőr olyan faszomba beszél. Olyan, itt védi az embereket, nem? Én konkrétan... Jövő, találok egy kést, ezt lefoglalom. Így van, nyugodtan. Én voltam a túlsz ennek az úrnak, megálltunk a barnak, ki akarta rabolni. Ott volt az a rendőr. Nyugodtan. Nem megyek itt vagyok, uram. Mondom, én nem csináltam semmi rosszat, csak menekülni próbáltam, mert konkrétan lent is lelőttek egy embert, és sárga lambó volt, csak úgy, aztán meg itt is lövöldözés, vagy csak nem akartam meghalni. Nem bírok ezt kell nyomni. Meg vagyok bilincsel, és nem bírom lealakítani a játékot. Ez vicces. A mindenit. Ajajaj. Mi? Haló? Mi történik? Chat? Én nem tudom megmagyarázni, mi történt, én sem fogom fel. Le lett lő. Maradt rendőr velem, az meghalt. Hát ezek igen, egyszer csak valahonnan lelőtték az út közepén. Én csak... Szálljon be az autóba, nagyon jó. Be tudok? Igen. Hogyan? Bilincs van rajtam, az nem baj? Jöjjön utána. Jó. Entős, most nem tudok foglalkozni magával, pillanat. Jöttek a kollégáján! Köszönöm, még pillanat, én csövök. Jöjjön. Az a vissza, én nem is csináltam semmit. Mi az Isten történik? Nyugodjatok már meg chat, csak egy játék. Nem kell mindenkit szidni meg minden máj. Chat vagyok, a tokosa vagyok mindenki. Rendőr úr. Mi történt? Hát szerintem ő is lát. Itt maradjon, mert tüzet nyitottam. Itt maradok. Akkor itt parancs van? Milyen autóra? Hát elloptak egy Mustangot, egy rendőrségi Mustangot. Jó. Köszönjük. Hogy hallottam, beszélt az a rendőr ott a földön? Vagy az, mi volt? Mi az Isten történik? Nem bírom itt ezt megérteni a dolgokat, és hiszem. A másiknál egy lőfegyver által sérülést találtam a fején. Tudja, hogy mi történt?
elhajolok az úriemberre, szép lassan megvizsgálom a sérüléseit. Uram, nyugodtan mohassa, csak nagyon halk. Pillanat. A nyakára ráhezem, a nyakmere vittet az ujjára, a pulzusmérőt. Mi történik? Te de... És Laci ezt meg ott vár az egyes boltnál. Szia, figyelj csak, lehet itt a bokorból durrantottak minket fejbe. Sajnos videóm az nincs, mert pont szaladtam, és úgy lőttek fejbe. Jaj, hogy már admin ügy van, mondjuk ez nem túl jó. Nem tudom, hogy itt a két kollégát... Ajajaj. Engem, hova visz, ura? Oké. Hová megy? Sehova. Kérdeztem, hogy hova visz, nem válaszolt. Miért szállt ki? Hát meg van bilincsel, be van zárva az ajtó. Ja nem, nem, bocsánat, nem, nem tudtam. Nagyon már vissza. De azt nem tudok. Jó, 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 akkor... Jó, mi? Mi? Bekerült az NPC autó egy pillanat, de jó. Legalább hallanám a Samsung cseng. Be van zárva az ajtó. Az megvan, ugye? Igen. Tehát az autó be van zárva. Igen. Ez biztonsági zár van rajta, ami azt jelenti, hogy külön zár van, nem csak a sima autó. Hát én ezt mindent értem, de azt még mindig nem tudtál elmondani, miért vagyok bilincsbe. Hát én együttműködő vagyok, uram, csak nem mondtál senki, hogy miért vagyok itt. Hát az a baj, hogy egyelőre még mi sem tudjuk, hogy mi történik, mert... Hát én is csak annyit tudok, hogy lövöldözés volt, nagyon sok. Jaja, most bele tudok, aha. De akkor elmehetek, vagy mi legyen? Persze, menj. Köszönöm. Hello. Mi az Isten történt? Oha. Lehet, ebben nem lesz boltrablás, hogy visszaív a Michelangelo-t addig. Te Michelangelo, hallasz? Halló? Hallasz, vaj. Michelangelo? De hallnálak, hol vagy? Hát történt egy kis baleset, volt ez a Csibi Csabi csávó, azt Jaja, lelőtt vagy öt rendőrt, Csibi Csabi. Meg valami másik csávó is. Meg lelőtték a kettőt. Meg lelőtték a túlszaink, meg minden, nem tudom, előtt valami random sárga lambó, kilőtt meg két embert, azt tovább, nem tudom megmagyarázni, mi történt. Engem meg elkaptak a rendőrök, egy bokorba. Észak bokorba, kúzsa sok bokor, mint a környék. Lefutok oda a bolthoz, ahol voltunk. Jó. Ott Ali. Üldöztek téged rendőrök, vagy ilyenek? Nem, elengedtek. Jó. Fekete BMW-ben vagyok. Oksa. Hello. Ilyenkor mindig resizni kell a vajszat? Nem mondjátok, ezt nem hiszem el. Ja, Suri! Oh. Szia, Suri! Oh. Dög, DB! Ó! Oh, server owner felsegített, köszönöm szépen, nagyon kedves! Akkor ezt folytatjuk is. Ajaj. Nem PC, halló. Nem? Halló? Halló. Jó napot! Maga mit csinál? Maga mit csinál? Szaladok. És kitől? Hát nem, nincs autóm, úgyhogy ide a boltra szaladok, mert itt vár egy barátom. Rendben, aha, aha, akkor rendben. További szép napot. Csak adjál rá iszint, kérem. Viszlát. Intézkedek. Viszlát. Gyors volt a reakció, de ilyen tulajoknak, adminaknak, úgy le a kalappal. Ide kell jönni, fekete BMW-t mondott? De itt nincs fekete BMW, átbaszott engem Michelangelo. Halló? Ó, oh, megvagy. Hello. Ez lehet rendőrautó, arra jöttem rá. Ez tényleg lehet, hogy az. Pillecukor, masragott ki! Egy képet!
Ne! Ne, ez nem én vagyok a képen. Öltözködés a miniszteremmel. Ne, jó, ezt most azonnal le kell csapjak rá. Akkor lehet vele őt láttam, mert voltam egy ruhaboltban. Igen, igen, ez lesz az. Ja, menjünk egy ruhaboltba, hát ott van még. Várja, melyikben voltam én? Az SS fele. Itt volt valami elegáns kanna. Miniszterrel. Hát így vagyunk úgyis. Nem tudom, mennyire jó lehet a rendőrautóval rohangálni, de... Ja, igen, látom itt a Nino-t a hátsó ülés mögött, igen. Szerintem a fékebbes... Kás herfa. Á, nincsenek már itt. Ne már. Írni kell neki Twitteren. Azt akarod mondani, írd ki Twitteren, hogy keresed. Az a baj, már más is kereste, Noel is kereste, de nem, nem jött be neki. Ez milyen autó? Jó napot! Valaki van itt, vagy nem tudom, hallok valamit. Jó, akkor menjünk. Nem lehet éppen bajják? Áhú, basz meg! Mi történt? Ja, ne letolattunk az izébe. Elmentünk mellett egy nem lehet épp rabolták azt az ékszerboltot? Hát vittünk neki eljött egy rendőrautót. Ja, végül is jogos. Volt nem panaszkodhat? Persze, az legalább négy ajtós, vagy hát is. Mi lehet csipi csapával? Alott. Lelőtt egy csomó rendőr. Hát hogy volt ez? Hogy sikerült ezt hozzátok ezt, hogy a rendőrökkel lőjetek? Hát én nem tudom, hogy őszinte legyek. Nem, jött, Hát először is, oda mennünk egy bolthoz, ott volt egy rendőr. Aztán Ray Vertont lesokkolták, illegális bója felborítás miatt. És be akarták, igen, ezt jól hallod. De be akarták vinni kihallgatni, mert felborított egy rendőrségi bóját. És ezt nem akarta ID Csibi Csaba. Ezért lefegyverezte a rendőrt. Majd odajött egy sárga lambó, lelőtte Rayt, meg minket is le akart lőni, csak nem talált el. Meggyilkolt egy embert, aztán mondtuk a rendőrnek, hogy kapja el, elengedtük, aztán hát nem kaptál, és inkább utánunk jött, és aztán lövöldözés alakult ki. Olyan, ennyi. És hol van Csibi Csaba teste, vagy kórházban? Hát, valahol itt jobbra, de itt volt egy mentős, egy csomó rendőr, engem is elvittek, csak mondtam, hogy nem csináltam semmit, ami igaz is volt, mert én csak álltam, azt néztem. Most rabolják ezt a helyet? Nem tudom. Jó lesz ez a Porsche. Hol lőtték le? Itt jobbra, jobbra föl. Itt lesz egyenesen. Itt. És itt följebb talán. Valahol itt amúgy. Ott. Igen, ott van. Halló! Pont elfértünk. Uram, jól van. Jaj, hú. Elcsúsztam a tyúkszoron. Írok fel magának ilyen nagy aspirin. Jó. Ekkor arcvetés. Ebből ilyen naponta ilyen kettőt belevehet nyugodtan. Az igen, próbálj meg elütni, kirúglak a buszból. Az anyád meg nem... Ó, jaj, mit az utoltál? Csak várjál. Ó, jaj. Hagyom egy számlát. Jaj. Hát állj. Jaj. Atya világ. Meg ilyen rátmond egy busz. Ezek nagyon agresszívek. Még te is ugassál, félre megyek már ennyi. Jaj. Igen, ekkor arca mentő. Be kell kaptam egy... Aspirint, én azt tudom, uram. Jaj. Ja. Hát igen, igen. Köszönöm, doki, hogy segített rajtam. Igazán is. Tartozok valamivel? Semmivel, esetleg elvihetem valahova? Nem, itt vannak már barátaim. Elvisszük mi, persze. Köszönöm, doktor úr, legyen szép napja. Ne meg napod, doki. Nagy arc volt ez a mentős. Hallod, Lajos? Na. Hol lettek a rendőrök? Nem tudom. Ez az ember? Nem, ő nem kell nekünk. Ne, ő nem kell nekünk, nem, menjünk innen. Menjünk ráncsa. Igen, már valami fura dolgot szólt, nekem azt elütött a gecibe, úgyhogy nem volt jó fej, inkább meneküljünk előle, ha lehet. Honnan lesz itt túlszó? Hát... Követ a mentős minket. Jó kérdés. Oh, milyen busz az? Oh. Nem retivitált még a pillacukor? Na rá, itt vagyok. Nem, pedig meg kéne mutatnom neki, mert amúgy
Nem tudom, hallottátok, de amúgy titokban íze éneklek. Hát titokban énekes vagyok, ja. Még szerencsé, hogy csak titokban. Hát pedig megutatod, nem? Vágod, az ilyen Michel bujjata mellettem. Feljönnék, és azt mondanám neki, hogy illetszukor, úgy járszol! Ő nem biztos, hogy legjobb példa. Tudom, hogy csak azt lehet erre bukik, basszus. És vágod, nem tudna ellenállni, egyszerűen... Fú! Pancás lenne, az jönne! Tegnap csak itt találtuk meg pillacukrat, úgyhogy... Már így tudnék énekelni én is. Azért van benne tehetség, nem? Konkrétan az nem voice meter. Ez egy áldás! De pillancukorra mégis jobb lenne lenni, mert az egy áldás! Azon nem, de a rívekben nem vagyok jó. Hogy jobb lenne lenni, neki van pinája, bazd meg. Azt a kurva élet. Go XL-er, igen. Szén egy a tátul. Miért telefonoz az vezetés közben? Jó napot, üdv. El tudné értem jönni. Ki tudja a számot? Mi lett JJ-kkel amúgy? Mi lett JJ-kkel? Mert nem jöttek vissza amúgy. Pedig megbeszéltük és átbasztak minket, ugye most arra nem a barátaink. Ezt csinálták. Kis buzik. Egy nap is tényleg ugyanazt csinálták. Hogy kell tweetelni? Ó, lapos Lajos, fel avatar módosításra, na várjál. Csinálsz egy selfie-t oda. Azt mondjuk csinálnék is. Mi legyen az új felhasználó nevem? Jó, Lajcsika lettem. És az nem foglalt? Csokolom. Jó napot! Üdv! Csokolom. Mizu. Ó, oh, pillancukor maga az? Kezét csókolom. Oh, ismerem egy ismerősét, emlékszik a... mi a neve? Steven Tomás Szóra? Igen. Tehát én vagyok a jobban kinéző ikertestvére. Konkrétan. Ó. Oh. Ó, oh, örvendek, örvendek. Én is örvendek, remek ez az outfit. Én valakinek küldtem egy kordét. Úristen, nem magas. Értem. Telefonszám? Cserélnénk egy telefonszámot, és akkor így elérném magukat. Mert a Steven-t, már itt a Steven, nem tudom, becézi szabad? A Steven-nek a Steven becézése? Hát, faszfejnek szoktuk hívni. Elég bunkó egyébként. Persze, megadom a számom, hogy ne. Közben unatkozok meg ilyenek, és most társaságot. Pont van egy helyünk. Hogy nézzem meg a számom. Mondom a számom akkor. Jó. 953 7065. Honnan? 2-0 vagy 7-0? 7-7-0. És hogy ment? Én hát... Lapos Lajos vagyok. De... Te hívasz Lajcsinak is. Ez amúgy nagy szó, még mi sem hívhatjuk ki. Belesek, énekes is vagyok egyébként másodállásban. Ó, oh, énekes, az jó, az jó. Írok SMS. Hát cukorka szereti Mist? Azt hiszem, igen. Ó, akkor tetszel is fog. Lajos. Hát én nagyon értek hozzá, mit szeretnétek hallani? Milliók. Jó, jó, jó. Akkor durranjon. Itt Lapos Lajos! Jönnek a milliók! Azt hiszitek, itt valaki van, de ez csak én vagyok, Lajcsika! Milliók! Ez így van. Már ez a sikem rappele. Tisztára, mint az eredeti. Esküszöm, mint az eredeti. Nem tudom az eredeti szövegét, ugye improvizáltam sajnos. Ez az én dalom volt. Én rappem. Ajjaj. Ennél fegyver van. Fegyveres férfi. Nagyon meg! Emberek kilóptál? Mi a... Hadd le akarsz! Mi a fasz? Miásodál a fegyők csúszott a havon, basszal csúszott. Nem vagy kicsit túl agresszív amúgy, Pista bácsi, hogy mi a csibit sem vett. Vett ki a fegyverét, légy szépen. Nálam volt fegyver. Ez a csibit sem, hogy mindenkit lenőszak, én azok. Átnézni a ruházatát. Hú, bárcsak engem nézd át így. Vissza! Visszajött, én nem akarok meghalni. Kiveszem is. Ja, késem is elvették. Elkezdtem a fegyverét.
Majd adjam oda a lajcsinat. Ezért rablás lett volna? Hát szerintem igen. Törőkést azt nem veszem. Szerintem azért jött, mert elloptuk az autójukat. 78-as lőszert azt kiveszem. Ja, az ékszerről jött? Aha. Ott még vannak? Vagy ó, meg jó, hogy egy gyors kezem van. Tizen? Meg itt van egy táska. Az nem túl jó, az ő autóikat loptuk el. Akkor megyünk innen. Aha, jön is. Fegyvert fog. Én nem bántok senkit. Ne bántsatok. Nem, fél cukor. Lelőtték a faszba. Ez a jó hosszú kapcsolat van, geci. Lelőtték azt a mindenit. Hogy tudom feltenni a kezem? Hát, hogy nélkül. Oké. Y-nis. Álljatok fel. Oké. Ugyanúgy feltettek semmi. Nincs sem semmi, megadjuk magunkat. Mi? Nem vagy felkap. Jó van, akkor maradjanak úgy. Jó. Jó. Hítek fel minden nyilat. Civilek vagyunk. Fordulj háttal felé. Tessék. De jövök, hátrúzom a két kezét. Hello, most lehet hallani? Gyors kötöz. Jaj! Hogy igen, nem számítottam. Oké, okay, ez elég menő volt. Azt a kurva. Nagy arc vagy, bazzeg. És most mi a fasz csináljunk? Van autó, van autó. Azt mondom, hogy nincs nem sem. Uj. Ne bánts! Kérlek! Mi nem csináltunk semmit. Te gyert föld. Az a négyen. Zúrváztál. Mi a fasz van? Nagyobb a bal. Azt a kurva! Ember, mi a fasz? Bugattiba élő ember van? Nem tudom, mi az Isten van. Segítsenek, a Bugattiból lőn. Itt mindenkire lőnek, segítség! Mi lenne, ha megvehetek magukat? Én megadom, én nekem már fegyver sincs. Én önvédelemből lőttem, nem tudom, mit csinálom. Ó, Istenem. Én beszéltem a kapitányságúzővel, én ma... Én... A fegyverem, igen. Az előbb vettem egy kést, nem? Mit ez mondjuk így van, ez így van. Én konkrétan ide jöttem, beszélgettünk pillacukorral, ide jött valaki, le akart fegyverezni, aztán kialakult egy lövöldözés, és jött ide ilyen 10 ilyen ruhás ember, és mindenki lövöldözött mindenki. Nem, fegyver sincs azóta se egyébként. Én önvédelemből öltem, de odaadom a fegyvert. Hát akkor hívunk ide egy, miután már látom, nincs a lövöldözés, hívunk egy mentőst, jó? Hogy hát én mindig rossz vagyok, rossz helyen ezek szerint, vagy nem tudom. Sok ember. Ahol az ukrat látom. Lehet, hogy a démoni szemem miatt van. Hozom a bajt. Nagyon rosszul vagyok. Ott mi folyik bent a parkolóban? Egy Bugattiba ül egy halott férfi, és nyomja a gázpedált, és jó. Ó, én azt hittem életben van. Én is előszögben, szerintem már nem jel. Van egy bujvállaló felhúzat. Neked mi a neved? Hát... Nem mondod, hogy nem tudod a saját neved. Dehogy nem, Anthony. Anthony? Aha. És ez miért volt ilyen nehéz ezé? Kitalálni. Nem volt nehéz, ez csak... Direkt így mondom a dolgokban. Azt hiszik az emberek, hogy nem tudom. Látom. Nem álljunk el az út közepéről, mert ez lesz! Na! Ezt mondtam, hogy álljunk el az út közepéről. Jó az agyom. Aztán... Jó ég. Rájárok a hőshöz. Megfogom a zombiát, felemerem. Fogok közben lerakodtam. Ez az én szerencsém, hogyha 10 perc alatt két lövöldözésbe kerülünk, de... Most mi lesz? Nem tudom. Hölgy mellé. Milyen pozíciókat adtak fel? És mind a kettő túléltem. Persze úgy tűnik, hogy azért örökké lapos Lajos kéne legyek, mert minden lövöldözés túlél. Mondjuk lehet azért, mert ha lett volna fegyverem, valószínűleg lelőnek a gyászba. Egyébként nagyon meglepő, hogy mivel...
Bármilyen szitva voltunk, nem volt fegyverem, és megadtam magam, és nem lőttek le. Tehát NFL sokáig volt az, hogy leszarták ki, vagy akkor is lelőttek a gecibe. Tehát... akkor az úr az menjen be, hogy szépen sétáljon fel, és akkor meg legyen szíves, tolasson vissza. Nem tudja, hogy hogy kell. Jó, akkor tolasson vissza egy kicsit, jó, és akkor mondja sétáljon fel. Itt a pingvin. Zsombi, köszi a Prime-os harmadikat, csőcső. Köszi szépen a szabad. Persze. Járanok, jó? Lezárom. És most jön a mentős? Hol van Michelangelo? Itt nem látom. Te mondj itt jól vettem észre, hogy a hadottnak nézték át a zsebét, és kutatták át? Vagy mi történt? Lehet mítikus. Na, várj, gyere. De van a szeró ízi, vagy mi az isten van? Utolták a hullát, igen. ETF. Ez nem jó, mert izé. Mint az, csomószor lehet, hogy csak azért vannak meg valakit, hogy kilútalják. És az úr... És az úr egyébként lehetne kérdésem, hogy ő kicsoda. Én ki vagyok? Lapos Lajos személyesen. Nem, hanem a... Inget. Ja, itt, hát ő mondjuk Anthony. Mondja, igen, Anthony vagyok, igen. Mondja, mi a kérdés? Ön hol dolgozik, vagy merre mennél? Én egy életművész vagyok. Munkanélkül. Így van, ott most gázba állt, belemehetünk? Szükségtelenek gondolom, de persze belemehetünk. Nem tudom miért, annyit tudok, a szélkerő válságoknál van a fegyver. Valamint, nem tudom hova tűnt az atléta kovában lévő úr, de nála is volt. Mocsmentbe szerintem a... Ő volt a másik fegyveres, ő lőtte le az utolsó kettő. Jó, egy Isten elkezdett, ha kérem, hogy kérem, hogy még átjönöm a kvárt. Persze, onnan megköszönöm. Elég fura, hogy be vannak állva ide a hullák? Azt a mindenit. Hát a kapitánysnak vezetővel beszéltem ma. Szóval van, igen. Nem ezt tud hozzámondani? Mit tudok? Frakció tud csak lootolni? Mi? 70 ezer forint egy frakció itt? Na még komoly. Raki és F6-os panel? Nem 70 ezer? 25 lőszered lehet, hogyha izé vagy. Most hallom. Van fegyverengedélyed. De ahogyis ez nem VLS, hát akkor honnan születnek ének a chat fejébe? Nem van egy biciklim. Igen. Mentős jön, amúgy olyan. Ránézek a kutyámra, mit csinál, mert... Igen, nagy élmény volt éppen. Jó, mentősök nem dolgoznak, vagy mi az nők? Gondolatai, mert pont akkor beszéltem egyébként, nem is a kapitánya, hanem a kapitány helyettek sem. Elvédelődött. Igen, azért kutyáltam, mert a kapitánya... Ja. Hol van? Akkor kapitány helyett. Afia, illegál frakció 70 ezer pp. Banda fraki 60 ezer, más fraki 70 ezer? Na igen. Segítetek? Oh, jó. Megjött a mentős. Mennyi esély van arra, hogy megmentik az embereket? Vagy így is úgy is megmenekülnek? Tehát itt is van ilyen 100%-os arány, vagy... Hogy működik ez a felszedés? A vizsgáljuk mindegyiket? Hát örülnek, ha
srácok, akit meg tudok mondani. Lehalulok ide. Hú, ne, ez a mentős, akitől mindent vissza lehet hallani, nagyon rossz. Én menekülök innen. Nem, eszem. Hogy lehet hangfalról RP-zni, ezt rendesen triggerel amúgy, de tényleg. Meg nem push tutalkal, fú. Eddig mindenkit felszettek mindig, szóval, áh, jó, jogos. Jogos. Nincs mindenkit felszettek, hogy nincs fejbelőve. Hát itt most tuti volt fejbelőve valaki. Nem. Sorry, csak itt az írtam nekem a Galaxy DC-n. Válaszoltam gyorsan. Valakit beletúl a zsákolva. De Izzi Pista másik, vagy mi a neve? Csibi Csabi megint megmenekült. Csibi Csabi úgy itt van köztünk újra. Így a fegyelmet, ez a Csibi Csabi. Na jó, menjek innen, mert tényleg nem trigger, hogy visszaállom a mentős tavagom. Szörnyen triggerel. Bejszikop csőcső, köszönkötést, üdvít acs 6 hornán. Így le cukros zsákolták be. Na jó, hát ez, hát az, hogy lehet, hogy meg kell hagyni. Lehet, hogy meg kell hagyni. Steven Thomas szórok, mert az öreg Lapos Lajosnak nem jött össze ez a karrier. Hozzászól pillecukorhoz, az instant meghal. Vágod? Nem akarok így ugrálni, hogy igen kibasznak miatta. Szerintem ebben már nem lesz baltrablás, valahogy úgy érzem, chat. Valahogy úgy érzem, hogy nem fog sikerülni ez a baltrablás. Azért arra az X-szer elnézek amúgy, hogy történt ott valami azóta. Mert én szerintem azért jöttek ide, mert elloptuk az autóikat. Vagy nem tudom mi más miatt jöttek. Legalább nem vagy unalmas, mint Steven, ő még az SMS-e se válaszol, így van. Világ nagy problémái, hol az X-szerje itt, ott. Ugye ez, itt elmaradt az ékszer volt rablás. De ide van legalább graffitiz vagy róka. Hogy lehet graffitizni? Mondom, ez csak frakció volt. Engem csak akkor tudod kirabolni, ha van frakciód egyébként. Ezt azért itt a simok szó, hogy a pillecukor ezt mondta. Easy. Unatkozik, mert Steven nem válaszol az SMS-ekre. Jaj. Bocsánat. Semmi baj. Megmentődtek itt a barátaim? Nem, még mindig itt van a mentős, hogy... Mi történt Michelangelo-val? Ő hol van? Csibi Csabi, mi történt Michelangelo-val? Itt őt is lelették, őt úgy láttam bezsákolták. Ó, megint? Komába esett. Nos, az történt, hogy jöttek ezek a fegyveresek, és... szerintem kollégát, ja nem magát. Jöttek a fegyveresek, és egyből szó nélkül lelőttek minket. Szó nélkül. Én beszélgettünk ezzel a pillecukorral, meg volt itt az a... Anthony, azt hiszem. Lajos, itt beszélgettünk és... Gyereke, vitte az autót? Miért nem passzott meg az anyádat? Kivitte a kocsit. Az a beszéd. Hallod? Imádkozzál egyet, légy szíves.
Ellopta a rendőrautót. Uram, még körülnézek a városházán, mert nekem onnan jött hívás. Itt vagyunk, csak éppen jelenleg... Szerintem az egy tökébb gyerek volt a terep, mint ez. Jó, most hívtak egy admin, mert ellopták a... Nem tudom, szerintem ezt a botra most el kell engedni. Steven Tamásszó, pillecukor, ki a fasz az mögötted? Szerelmem hiányzol végtelenül, bocsáss meg, hogy nem választottad az SMS-re. Tetszik. Imádom. Hárman lájkolj, mindenki szimpeli pillecukrot akar ezen a szerveren, vagy mi az Isten van? Olyan, hogy mondhatom. Hallom, most láttam itt egy tweetet. Vagy a bocsánat, semmi, vagy fajtaság. Az arra. Lehet jönni, hogy majd lezárások vannak? Illetve úgy tudom, hogy ők voltak a ékszerbolt rombláson. Ezek az urak. Jó, és hát szerintem túlsz akart a gyűjteni, jó, csak hát lehet kaptak valami fülest, hogy mi kik vagyunk. Értem. És ezért inkább úgy döntöttek, hogy lelőnök minket. Hát sajnálom. És elnézést, hogy ilyen kellemetlen a város biztonsága, próbálunk rajta dolgozni. Rá is jó, hogy jó fél rendőr amúgy. Jó, mi kocsinkat is ellopt. Pillecukor írt egy esemes, pillecukor vagyok. Nem tudja bezárni. Sajnos, már csak voltál. Ott van. Jó, rendben, pillanat türelmüket kérni. Nem az én szívemben. Nagy bűnözők vannak itt a városban. Örökké élni fogsz. Hát amúgy Csibit sem én lehet feladom ezt a boltrablást önnek. Hogy nem itt nem most ötöt. Rendőr, nem baj. Hát lépek inkább, mert nem bírom ezt a stresszt. Hát jó, ne hiszem. Majd találkozunk. Én is Lajos. Ne basz. Jól hallotta, hogy... Nem, rosszul. Rendben. Steven, ne csald meg! Jó ember! A testvérem! Csak én... más anyától és apától vagyok! És nem is vagyok gettós! Nem fogja fagyni! De nem ír vissza, nem keres! Rászólok! Nézd meg a Twittert! Ott keresett. Miért Steve gettós? Nem. Csak túloztam. Ő egy aranyember. Sosem bántana meg téged. Remélem nem ér vissza. Adj neki még egy esélyt! Jó van chat. Lassan végeztük. Úgy érzem, kimaxoltuk a mai napot. Baltrablást beadjuk majd valamelyik nap. De amúgy szerintem jó volt. Nem még ez szamarú. Hát akkor jó. Hát jó lezárás, hogy tűnik. Hát jó van akkor. Ez egy jó lezárás, így van. Hát köszönöm, és értem. Honnan jött? Azt a kurva élet. Ez hirtelen érintett, ez a lelövés. Erre nem számítottam. Erre valóban nem. Mögülett kb. Ennyi volt a cég, lehet, tehát az ékszerboltosok. Nem guzgúzzákozunk, az sok volt. Honnan tudod amúgy a számom? Most mit csinált? Kilőtte le. Azt mondja, honnan tudod amúgy a számom? Hát ő adta meg! Hagyj át a lőfegyver. Mi? Gyorsan. Ó, uram. Most ez komolyan visszaérte, hogy akkor tegyen is azért, érted? Hölgy vagyok, van szívem, és meg, hölgy nem szereti a randikat, stb.
Honnan tudod, amúgy a számom van. Ja tényleg, a halál miatt nem emlékszik rá, tényleg? Fú, most esik le amúgy, hogy... Ó, tényleg, bele se gondolok, hogy van ilyen. Akkor menjen innen, fusson. Itt tönkre ment az elfbára, és szerintem lemerült, ezt nem is lehet tölteni, ez csak elszívódik, nem? Micsoda? Helyes. Kedves magátom. És van egy telefonja. Megnézhetem rajta, mennyi az idő? Köszönöm. Engem honnan lőttek le? 210-es a pulzusom. Köszi. Vigyázzon magát, egy gyönyörű napja. Szia. Te ki vagy? Egy becsületes megtalál. Kitvítelem. Nem ez az elvárt, nekem egy ismerősöm, ilyen beszerző. Tényleg így köszik. Onnan egyébként. Még én most már lehet itt kilépek, nem tudom, és itt a miért lőttek le, nem, most nem tudom. Megvárhatjuk végül is a mentőst. Így is van elég dolgok, amúgy sem akartam, mert itt akartam kilépni pont abban a pillanatban. Jó galaxi meghallgatás, mert nem akarom streamelni, az a baj, nem tudom. Mint jött egy jelentkezése, itt messzét egyszer elutasítottam, valahonnan ismerős a neve. Ne se tudja, na nézzük. De... Ez szerintem hülyeség, hogy milyen típusú karaktert RP-zel egy átlagos férfi. Tehát, nem tudom, nem, ez a leggagyibb válasz a világon, hogy én átlagos karakterem lesz. Tehát mindenkibe kell valami speciális. Nem azt mondom, hogy beszélj akcentussal, meg vásd meg a világot, de... Ez a legalapabb dolog. Hát átlagos karakterem lesz. De valahogy ez így nem. Tehát, igen, ugye megint a pozitív, kedves, határozott és okos, hirtelen haragú, a ideges képes rossz döntéseket hozni. Jó. Jégó, nem szerintem végzünk már a lassan is, amúgy. Végzünk már, most még megvárjuk a mentőst azért, mert nem akarok RP közbe kilépni. De ja. Víz! Mi az? Hajj, arrébb kicsit. Jaj! Jaj, nézd, mi az? A chat? Itt a chat. Majd nézel ki. Jön nyugodt. Tetszik neki, hogy meghaltam. Én tweeteltem egyet. Ja. Szerintem jó. Még nagyobb lett? Ja, most nézd meg mekkora. Aztán nagy. Nem értek ehhez. Engem. Most tudom, hogy szépen. 25 kiló amúgy kebe. Most már nem fog sokat nőni mondjuk szerintem, de ja. Ja, a Twitter nekem is nagyon tetszik, Urics. Jön mentő amúgy? Hopp, eltűnt a kocsi. Hopp. Admin, Penta. Köszi szépen. Hello, szia. Hello. Most néztük a blogba, aztán ő egy olyan srác volt, aki lelőtt, akit először volt a szerverem, most lépett fel nemrég, szóval ő valószínűleg szándékosan volt a célpontja, szóval így. Igen, én néztem is nagyokat, hogy miért lettem lelőve, de gondoltam. Köszi szépen. Jó, további velkot kívánok nektek. Köszi. Sziasztok. Hello. Sziuka. Hello. Kocsitok eltűnt mondjuk. Kipasszolom, hogy Lajos jól van. Egy isteni csoda. Nem tudok twitterelni, vagy twitterelni. Hol vagyok? Vagy twitterezni. Hogy kell izé tweetelni? Ez nagyon jó az a twitter. És értek hozzá. Dehogy nem, figyelj, nyomsz egy... Ó, Lajos, twitter. Mennyi szép emlékünk van együtt. Nagy kár, hogy már nem vagy köztünk. Reméljük, jobban leszel. Be lehet így lájkolni egymásét amúgy. Nyomj egy entert a twitternél. Aha. És ott nyomj rá a
fényképikonra. Ja, tudsz ilyen izét is csinálni, profilképet is beállítani. Állj, egy kicsit arra vörösen. Beszélj, jó arcok az adminak, amit eddig amúgy csak nem volt baj. Egyedül a RP volt a problémák az adminak egy darabban, de amúgy annak kívül bárhol voltunk. Jó fejek voltak. Hogy nézek ki? Hát az nagyon jó lett. Nagyon, nekem megvan a profilképem. Lajos, jól van, hurrá! Hajrá, Lajos, amíg sokáig élsz és nem halsz meg megint. Hogy néz ki? Hogy néz ki a karakterem ember? Úgy nagyon csúnya vagyok itt szemben egyébként, lehet, az nem a profilom. Nem tudom, lehet, hogy oldalról jobban nézek ki. Hogy nézek ki? Dehogy jól nézek ki, Lajos. Köszönöm szépen. Visszafutunk a városházához? Kocsit van kocsi, úgyhogy... Hát akkor nincs más opció. Nekem van egy ötletem, és csak? Ott egy autó. Igen, amúgy mindig megment a mentős. Az lehet tudom menni publikig? A Hoshiba. Akkor menjünk az a publikig. Megölt ember. Akku. Itt is szemben... Nem jó, két személyes. Ez elég szomorú mondjuk. Ja, még publikig. Ez két személyes. Nem, én elmegyek veled. Publikba vigyél el. Ő valaki. Hello. Megálltam ránk. Majd találkozunk. Hello, hello. Menő ez a piros szem amúgy. Az életvesztélyesen vezetek. Hogy néz ki? Nem értek ez a Twitterhez. Nem olyan magyarult azért. Jó, de hát kettő utánossal nehéz. Hát meg én meggondolom, hogy vagy 80 éves, amilyen öregnek tűz. Alig látsz gondolom. Vink. 77. Köcsök. 77? Jó, tudom, születtem. Hopp. Hú, még az itt a publiknak fája. Fáj az FPS-nek a számláló. Egyetlen jó dolog. Hú. Hű. Jó van, kösz ember. Majd találkozunk. Szevasz. Ja. Jó van, chat. Ennyi volt már a móka. Én lépek, szerintem. Köszi mindenkinek, aki itt volt. Itt van, hogy ki van itt. Amúgy tényleg fasz, én kurva jól éreztem magam, hogy nem gondoltam volna, hogy ilyen jól eltöltünk egy, nem tudom, két órát voltunk, vagy kb. Két órát a szeron. Én full jól éreztem magam, úgyhogy innen is köszi az adminoknak, vagy tulajdonoknak, vagy bárkinek is, aki segített a segítségeket, aztán ja. Holnap nem tudom, mit csinálunk. Nem chase-ünk, szerintem chase-ünk, vagy valamit csinálunk, majd kitaláljuk, lehet egyébként, hogy simán RP-zünk megint egy ilyet, meg igazából ez tök jól éreztem magam így is egyébként, úgyhogy az is fasza. Én pedig átdoblak titeket. Valaki, ez ki? Nagyon rég hasztaltunk amúgy, ki ezt dobjálak át titeket? Ki streamel GTA-t? Élő csatornák kategóriánk, GTA. Ki ezt dobjálak át titeket? Ó, ez pont izén, pont ezen a szerveren streamel, hát átdoblak ide titeket. Simán mehet, nem? Pillecukor az... Nem. Nem tudom, hova kéne. Áldolok ide, itt őt nem nézik annyira sokan. Biztos nagyon örülne neki, úgyhogy áldolok ide titeket, úgyhogy menjetek, írjatok be hozzá, hogy hello! Szia, Valencia. Úgyhogy nem így működik, chat, hogy tiszpemeltek valamit, aztán azt haszolom be. Megkérdezem nyilván, de nem így megy azért. Áldolok titeket Petihez. Köszönjétek be, legyenek normálisak. 30 ember van ott jelenleg, ami nyilván amúgy sok, de valószínűleg megfajulni nektek, mint az állat, úgyhogy csak normálisan, ne hozzatok szégyent rám, aztán ja, holnap tariatkor, puszi a patyatokra, sziasztok, cső! Hát itt nálam nincs.